Üdvözlök mindenkit! Ha nem akartok lemaradni az élőadásokról, kövessétek be a Twitch csatornámat. Ha az élőadásokat vissza szeretnétek nézni, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Minden fontos információt megtaláltok a videó leírásában. Jó szórakozást kívánok! Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, hello! Folytatjuk a Farming Simulator 2019 helyet, csak simán 19-et, ugyanis ez még mindig csak simán 19. Jó, 1100 ember követett be azóta, ami valójában nem igaz, mert annyian nem követtek be, de örültem volna neki, hogyha annyian bekövetnek. Na most, beszállunk az ebetűvel a járműbe, ami itt azt mondja, hogy a hármas gomb, ami valójában a kormányon a hármas, csak nem tudja eldönteni a játék, hogy mit szeretnék tőle. Másik dolog. Elvileg lesz rádiunk. Igen, sikerült az időt, azt elállítanom. Igen, ez az rádió bekapcsolás. Remélem, hogy nem lesznek olyan zenék, mert megint elfelejtettem a zenéket kigyepálni. Hát úgy lett 1 millió, hogy amikor elindítottam a mentést, akkor vettem észre, hogy nulla, azaz mínusz 90 euróm van, de nem érdekes. Maradjunk annyiba, hogy javítottunk a helyzetem. És ezt azért kellett csinálni, mert hát most nem tudnék játszani, tehát lenullázódott a pénzem a játékba, nem tudom mitől. Mindegy. Amit akartam, hogy lehet valahol pénznemet váltani. Itt van hacker hektárban ez meg. Elvileg van forint. Magyar forint, így van. Ez, még mielőtt kérdezné valaki, ez azért van, mert ez egy mod. Igen, az úgy 375 millió. Mi? 357 millió forint, és elvileg, nem vagyok benne biztos, rossz gomb, másik gomb, ezt meg kétszer vette be, elvileg mindent így látunk. Így van. Tehát millióban látjuk, mármint hogy forintban látjuk itt a dolgoknak az értékét, ami azért vicces, mert euróban kisebb összegek voltak, most így realizáljuk, hogy egyébként geci nagy összegekről van szó, amikor itt egy bármit szevasz, Dani, meg egyébként Szilárdnak is szevasz. Láttam, csak ő még már elindult a stream, már egyből írt, hogy szevasz, mizu, az még izé sincs, még be se léptünk baszki a játékba. Szóval itt látjuk szépen magyarul az árakat, már magyarul, tehát magyar forintba átszámítva látjuk az árakat, ami szerintem egy tök jó dolog, tehát megnézzünk ilyen talajlazítót, akkor azért látjuk, hogy egy-két gépjármű árába azért kerül, hogyha komolyabb gépjárművekről beszélünk, akkor itt ilyen 11 millió forint környékéről, tehát ezt nem csinál semmit, csak szétcseszi a földet, tehát hogy így gondolkozzunk el ezen. Jó, tehát a lényeg az, hogy ez egy mod, és tök frankó, mert megcsinálja, hogy magyar forint legyen. Most ide nem lehet csatlakozni, ugye a leír, vagy a címben benne is van, hogy TGF off van, de majd lehet ezt csatlakozni, körülbelül ilyen, nem tudom, későbbi részekben, mert most még itt még hagy éljem ki magam, ha lehet ilyet kérni. Azt mondja, okay, na, akkor vegyük fel egy kicsit a fonalat azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történik. Itt a 25-ös földön történt valami. Át is szállunk bele. Igen, itt éppen egy milliméter nincs befejezve. Ezzel viszont indítunk akkor egyet. Ezt köszönöm szépen, elvileg itt végeztünk is, és akkor van nekünk itt egy kameraváltó gombunk. Méghozzá így. És akkor beülünk szépen. Nyilván továbbra is most sikerült felszetapolni a kormányt, szóval kormánnyal vezetek. Ez egyébként szerintem pazar. Viszont ami egy bosszantó dolog, hogy ez most nem tudom, hogy most azért van, mert itt még nem volt felszetapolva, vagy azért, mert más USB-be dugtam be a kütyüt, de hogy minden egyes kibaszott alkalommal be kell állítani a holdtereket, hogy hány százalékosak legyenek,
Ez nem tudom miért van, de engem rohadtul zavar. Most ki fogom próbálni, mert ugye átmásoltam a mentést a másik... Hát lényegében nem tudom, hogy honnan másoltam át a mentést, de... Hát lettek hozva mentések. Ez nem tudom mi a faszom úgy, amit húzok, csak mondom. Szóval lépjük vissza ki, és nézzük meg. Jó, egyébként ez egy vetőgép, nem lepődtünk meg. Nekünk nem nagyon van mosó cuccunk, amivel tudnánk gépet mosni. És hát az ilyenkor már kéne. Úgyhogy szerintem itt leparkolok. Mondom, leparkolok. És megvizsgáljuk ezt a problémát, de nem ott, hanem itt. És akkor azt mondja, vannak ilyenek, hogy elhelyezhető trágyak, tárgyak. Azt mondja... egyebekben van, itt a kis mosóhelység. Mosóhelység? Anyád a mosóhelység. Mosógép. Hát ez. Na. Ide lepattintunk egyet. 1.600.000 forint egy ilyen mosó cucc. Ezt csak így hagynék némi feldolgozni valót. Tehát a sok... Ezt most egérrel csinálom, mert szerintem végtelenül könnyebb egérrel. Jó, tisztul a kis ketymegy itt a végén. Kicsit még sárosított. Picit nálam néha akad a játék. Ami biztos, hogy akkor nálatok is, tehát hogy ez ne lepjen meg szerintem senkit. Aha, igen, azért akad, mert ezt a szerencsétlen cső... gőzborotvának a csöve... szivat. Amúgy nem akadna. Igen, igen, igen. Jó, jó, ez csak a gőzborotvának a csöve, amikor idejövök. Messzebb, akkor így vissza akar húzni, és... olyan, mintha szaggatna a kép, mert hát kb. Olyan, mintha szaggatna a kép. Na mindegy. Köszönjük szépen a segítséget a gőzborátvától. Amúgy ezen kettő ilyen kis cucc van, és amikor leveszem az egyiket, vedd le? Ja nem, csak a pisztoly tűnik el. Jó, akkor mindegy. Oké. Okay. Azt mondja. Ötössel összezárjuk ezt a cuccot, és átváltunk kameravezérlésbe itt, és akkor szerintem beállunk ide emellé a cucc mellé, és leakasszuk. Azt mondja, az melyik? 19-es. Ó, tudom, hogy melyik gomb mit csinál. Beszarsz. Érted? Ilyen még soha nem volt. Jó. Viszont azt nem tudom, hogy én mit akarok csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Az van, hogy a növény növekedési szakaszainkat szerintem beállítottuk lassabbra. Növényfejlődés lassú. Ugyanis hiába vagyunk... most valós időben megy a játék, ami annyira nem jó. Azt átállítjuk a valósnál egy kicsit gyorsabbra. Hát 15-ös mondjuk, az jó lesz. Úgy hallom, a Tiesto az pörög. Az nagyon is jó, hogyha pörög a Tiesto. Azt mondja... Oké, okay, 27-es földünkön katasztrófa van. Ugye azért van ilyen zászló mintája a teleknek, mert, vagy a földnek, mert ugye annyira gyorsan nőtt a növény, hogy össze-vissza az egész. Úgyhogy... ez elég nagy gond. A 26-os betakarításra kész, de mi van rajta? Azon kérlek szépen gyapotunk van, amihez szerintem az égvilágon semmi nincs. Úgyhogy megvizsgáljuk ezt a gyapot problémát. Méghozzá abból a szempontból, hogy milyen gépet kéne hozzá nekünk vásárolni. Függetlenül attól, hogy most így hullott a pénz a játékban, na mindegy. Szóval gyapot. Technológia. Kettő gép van, mind a kettőnek olyan ára van, hogy én szétesek, tehát nyilván az olcsóbbat fog megvenni. 173 millió helyett milliárdér. Jól olvasom? Nem. Hülye vagyok. Ez az ezres, ez a milliós. Tehát 173 millióért. Igen, teljes mértékben szét vagyok hullva ezektől az áraktól. Mindegy, ez elvileg betakarít. Osz viszonhallás. Tároló kapacitása itt 220 liter, 20 liter simán, 20 ezer liter, bocsánat, na, szóval, hogy a számok az nem mennek nekem ma, és nem tudom, hogy emellé kell lesz-e még valami más,
De mi van, ha csak bérelünk egyet? 8 milláért, érted? Mert 8 milláért ráérek egyet bérelni. Bérelünk egyet. Fingunk sincs, hogy hogy működik a kép. És elvégezzük a munkát. Majd eltüntetjük a faszomba a gépet, legalábbis visszaadjuk, mert nyilván biztos, hogy nem vennék jó szemmel, hogyha eltűnne az egész. Úgyhogy leszedjük onnan a gyapotot, majd egy kicsit lehet, hogy későbbi részekben visszatérünk ezekre a gyapott témákra, mert lehet, hogy az most nekünk sok lesz. Tehát van itt méztől kezdve mindenféle szarig, minden, és hát azokkal előbb még foglalkozni kell. Ja, úgyhogy ez van. Fenomenális sebességünk az 25 km per óra, tehát lényegében leszakítjuk a korlátot, úgy nyomjuk neki. A normál autók 35-tel közlekednek, legalábbis hivatal szerint. Aztán, hogy néha 140, azt nem tudom. De hogy a táblázás szerint 35-tel kell közlekedniük. Megint egy kicsit ilyen spontán volt a stream, ezt tudom. Egy kicsit így meglepett mindenkit, de Barna Csabikának köszönöm szépen a követést. Szerintem túlmegyünk a földön. Nem baj, mert ez az autó kisegített minket. Ez a gyapott föld? Nem, ez még a 27-es föld. Barna Csabikának köszönöm szépen a követést. Ez az egyik. Patrusznak is, ezt ki fogom vinni, ezt a táblát. Azt mondja, van még itt egy sor. Norbert Máté 77-nek is köszönöm szépen a követést. Nagyon örülök, hogy csatlakozott. Azt mondja, kilépünk külső kamerába, és szerintem ez bazi nagyra fog nyílni. Azt mondja, először is kinyitjuk a gépet. Ennek, ahogy látom, nincsen külön eszközváltás, meg semmi. Igen. Ennyi. Arató szerkezet leeresztése. Az még lesz itt egy gomb. Akkor ez nem nő nagyobbra? Amit, hogy nem lesz szélesebb? De csak kérdem. Betakarítása kész, gyomos. Az tény, de ilyenkor már nem nagyon tudok mit kezdeni a gyommal. Ugye, mint mondtam, a gyomosodás is olyan pillanatok alatt megtörtént, hogy nem tudtam vele mit kezdeni. Aha, értem, tehát a gyapot, az gyakorlatilag, nem tudom, hogy látjuk-e, tehát fehér kis cuccok eltűnnek. És a szár rész, az megmarad. És csak a fehér cucc jön le róla. Ez zseni, és látjuk itt fölül, ahogy így áramlik a leszedett gyapot. Beszarok. Annyira mocskos részletes ez a játék, hogy nem hiszem el, és hogyha jól látom, akkor a gyapotból, a leszedett gyapot az baromi kevés, tehát nem véletlenül 20 ezer literes ez a cucc, mert hogy mocskosul nincs szükség sokra. Most kamerával ófasz nem látni, nem baj. Hát és ilyen száraz növény marad, amit szerintem, amivel szerintem még egy lépés lesz, amivel lehet ezt valamit kezdeni. Jól érzem ezt? Hogy még itt valami lesz? Egyből belecsaptunk a izébe, mi a faszom, gyapotba, és én azt se tudjuk, mi az a gyapot, de szedjük lefele a faszomba. Hülye gyerek, bazd meg az almásban, már szedi le az almát, de nem tudja, hogy érette vagy nem. Jó. Egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, minden irányba menni kell, mert rohadt nagy ez a gép is, meg a föld is. Itt nem baj, hogy egy kicsit többet látunk a gépből. A domb miatt a kamera nem úgy mozog, tehát nincs a géphez fixálva. Azt hiszem van rá beállítás, hogy géppel együtt mozogjon, viszont akkor jobbra-balra is mozog, és attól én meg hány ingert kapok, úgyhogy azt inkább ne. Ezt inkább felejtsük el. Itt megint kimaradt itt egy sor.
Erre remélem rámegyek ezzel, hogy most erre jövök. Igen, rámegyek, most meg itt fog kimaradni majd egy sor, ami nektek ott van, de mindegy. Nem baj. Tök jó, tök jó. Egyébként ez megint egy újabb olyan növény, ami teljesen máshogy működik, mint ahogy eddig működött bármi. Úgyhogy ez megint egy... Megint egy olyan dolog, ami... Nem tudom, hogy azt hiszem 17-esben is volt, de nem emlékszem rá, hogy foglalkoztunk volna vele. Úgyhogy ideje lenne megnézni ott is. De hát most ez mindegy, majd ott is megnézzük. Ez most itt nekem biztosan tetszik. 17-ben nincs zsapot. Na, akkor jól emlékeztem én, hogy rosszul emlékszem. Szóval, hogy valamiért emlékeztem arra, hogy nem foglalkoztunk gyapottal. Nem, ott a kukorica helyett a cukorrépa van, burgonya, meg még valami. Még valaminek kéne lenni, nem? Mindegy, ez a cukorrépa burgonya téma van, és nem tudom, mert a 15-ben is volt már valami, de szerintem a 15-ben meg nem volt cukorrépa, meg ilyen, úgyhogy persze, hát a 15-ben az izének volt a cukornád van, oké, akkor ott a cukornád, ami még másik cucc. A 15-ben az izé jött be, a birkától az meg pamut, vagy nem pamut, nem tudom, vagy az is gyapot, vagy az is valami hasonló, nem tudom, a birkának milyen van? Tudom, hogy bundája, de hogy érted, szóval, hogy... Mert az ilyen bálás cucc, és az ebbe is van, meg a 17-be is van, sőt a 17-nél hát már lassan össze kell lesz szednünk. Gyapjú, tényleg, na, az a 85. dolog, amire nem bírtam gondolni. Gyapjú van, igen, na, és azzal kevertem össze a gyapotot, azért, mert ismerős volt a hangzása a dolognak. De jó, akkor ez egy egész fasza cucc megint. Egy kicsit sikerült nagyon szűken fordulni, de most egész jó lett. Gyönyörű szépen néz ki, kivétel az, hogy ugye ez a piros és rózsaszín növénykék, amiket látunk benne, azok gyomok, de mindegy, majd legközelebb egy kicsit lassabban fogjuk csinálni a dolgokat. Visszavettem lassúra a növénynövekedést. Érdekes, a 17-ben nem nőnek ilyen gyorsan a növények. Ezen vagy változtattak, ezeken a szorzókon, és ezért kicsit más, vagy egyszerűen tényleg az van, hogy baromi sokáig pöcsöltem itt, és ezért nagyon gyorsan benőttek, ami hát nem biztos, hogy nem igaz, mert tényleg sokat pöcsöltem itt. Nekem itt egyébként ezzel a gépirányítással mindig az van baj, hogy a szélső részét nem tudom belőni, hogy most mennyire megyek rá, és mennyire lógok túl, de mindegy. Egész jól sikerült csinálni, mert ahogy visszanézem itt oldalt, nem nagyon hagytam ott semmit. Legfeljebb kevesebbet dolgozok, mint amennyit lehetne. Tehát kevesebbet szedek le, de hát annyi baj legyen. Jó. Ez nagyon jól fordul ez a gép. Sőt, keleténél még jobban fordul. Na, én meg kávé most csinálom az első, most csináltam meg az első értelmes sort, ahol nem maradt ki egy darab se. Hát, igen, egész idáig, mert itt meg ott egy kicsit többet szedtem le, mindegy, nem érdekes. Úgy látom, rohadtul nem tellünk meg. Tehát ez a föld, ez gyakorlatilag egy apróság ennek az egésznek. Így van. Na most ezt szerintem elcsesztem, itt biztos, hogy kimaradt egy csík.
Ahhoz képest, hogy egyébként a gép meg abszolút nem telik meg. Egész hamar. Vagy egész sokáig fog tartani. A terület felénél még nem járunk. És ezért már elég régóta csinálom. Még több van, mint a fele hátra. Közben Kasú Dávidnak köszönöm szépen szintén a Twitch követést. DJ Ati DJ9-nek szintén köszönöm szépen a követést. Lace 1982-nek szintén köszönöm. Ami valószínűleg 1892, de mindegy, engedjük el. A Perecke 15-nek is köszönöm szépen a követést. Szintén itt Twitch-en követett, úgyhogy nagyon örülök neki. Egyébként elértük a több mint 500 követőt a csatornán. Ezt csak azért mondom érdekességkép, mert az egész sok ahhoz képest, hogy viszonylag nagyon kevés stream van, amit én készítek itt, és ahhoz képest az 500 az nagyon sok, úgyhogy nyilván ez sokat számít, hogy aki YouTube-on néz és érdekli azt, amit csinálok, az élőadásért idejön. Úgyhogy azt köszönöm szépen. Visszafordulunk. Ott lehet, hogy kimaradt egy kicsi. Igen, ebben a kamerálásban nem látunk sokat előre, de nem baj. Az baj, hogy mondtam, hogy ilyen ferda a terület, úgyhogy hol föl, hol le kell nézni. Na, de most már viszont túl vagyunk a terület felén. Most már kevesebb, mint a fele van hátra. Én még itt forgatom a kormányt, azt kiderült, hogy olyan szögbe forgatom, ahol még nem érzékeli. Remek. Jó. Remek. Hát, hogy itt meg lejjebb kell venni a kamerát, hogy lássam, hogy hol megy az asztal. Vagy hát ezt nem tudom, hogy ezt minek nevezik. Vagy ezt asztalnak hívják-e, mert igazság szerint a géppel együtt van, tehát egy nem tud külön levenni. De szerintem a hagyomány kedvéért szerintem ez is asztal. De ráadásul most a játékban ugye ez a lehajtásos cucc is van, hogy ugye a gépek letörik a növényt, legalábbis elhajtják. Úgyhogy nem feltétlenül azért hajlik el oldalt a növény, mert éppen bedolgozza, hanem az is lehet, hogy csak azért, mert hozzáér. Ugye nyilván itt az oldalt, ami erre felé van, pont fölöttem, itt ez a része, az nyilvánvalóan úgy hajlik el, hogy ahhoz csak a gép hozzáér, tehát abból már nincs mit levegyen. Nem tud mit begyűjteni. Hogy hullámzik már a gép? Jó. Hegyről lefele gyorsabban megy. Hegyről lefele 10-zel megy. De milyen vicces egyébként, hogy a kamionon, a gépen belüli kijelző, az kiírja, hogy 10,3, de a játék kijelzője meg az csak 10-ig írja. Nem mutatja a tizedes jegyet. Mondjuk a fordulatszámot sem mutatja a játék.
azt se értem, hogy miért nincs kiírva, hogy azt simán kiírhatnák. Főleg, hogyha egyszer van, de amúgy biztosra megyek, hogy van olyan mod, ami mindenhol kiírja. Minden gépnél, igen, tehát gyakorlatilag mostantól kezdődik az, hogy össze-vissza csináltam az egész területet. Nem baj, mert itt a fordulás már nem volt olyan szép, hogy úgy mondjam. Szóval, ahogy kisütött a nap a játékba, ez a 13 órás napsütés, baromi szép lett az egész föld, még szebb lett ez a fehér és a már leszedett ilyen elsárgult része, ez tök jól néz ki. Főleg így, hogy gyomos, így még színes virágok is vannak közte. Nem tudom, hogy ti ebből mennyit láttok, mert nyilván a stream az csak full HD, és ezért sokkal kevesebb a részlet nektek. Meg nyilván valamennyire el is homályosodik, mert a tömörítés miatt. De az biztos, hogy a YouTube-on fölkerülő 4K-s vágásban, abban ezek kristálytisztán látszanak. Úgyhogy ott vissza lehet nézni, hogy milyen szép. És egyébként most, hogy így hátulról jövünk, egy kicsit fehérebb az üveg, mert hogy rásüt a nap, csak hát nem tudom, hogy. De mindegy, engedjük el. Ezzel mindjárt végzünk is, és akkor vissza is adhatjuk a gépet. Bár nem tudom, hogy hova kéne kiborítani, vagy hova kéne kiüríteni, de gondolom egyszerű pótba ki lehet üríteni, remélem. Ha nem, akkor kénytelen leszünk beszerezni hozzá, vagy bérelni hozzá valami speciális olyan eszközt, amivel meg tudjuk oldani. Hát, hogyha ezt a sort jól csinálom, akkor nem kell lesz kétszer fordulni. Ha nem jól csinálom, akkor kétszer kell lesz fordulni. De szerintem úgy nézem, hogy ez pont jó lesz. Bálát ad a gép. Aha. Akkor jó. Akkor jó, azzal akkor nem kell ezt csinálnom semmit. Na, ez egy kicsit érdekes, mert itt fel kell menni a hegyre. Jó. Na hát ezt szerintem sikerült nagyon szépen megcsinálni. Így pont nem kell ezt fordulni többet. Úgyhogy be is fejeztük lényegében a lényegi részét, tehát hogy be lett takarítva róla az a rész, ami úgymond a termés része, az ugye be lett takarítva. Úgyhogy itt belehajtottam a telekbe, vagy legalábbis a területbe. Jó. Na, elvileg készen vagyunk. Viszont én kíváncsi lennék rá, hogy itt akkor most mit látunk pontosan. Betakarítottra váltott át ez a cucc. És akkor ezt még le kell szedni majd valamivel. Hát van egy-két csík, amit nem sikerült betakarítani, de mindegy. Kilépünk külső kamerába. És azt mondja, hogy aradó szerkezet kikapcsolása, az nem tudom melyik gomb. Hát nem ez volt. De jó ég. De jó ég. Igen, tehát egyrészt nem ez volt a gomb. Másrészt nem tudom, hogy ezzel mit fogok kezdeni. Hát ez gyönyörű szép. Ez ugye túl nehéz, hogy felemeljem. Nem mondod. De milyen szépen összerakta egy ilyen bazinagy dobozzá. Jó. Ezt a gépet nem csak, hogy vissza kéne állítani, hanem vissza is kéne adni akkor, mert hogy elvileg ezzel így végeztünk. Amit úgy tudunk megtenni, hogy bemegyünk a garázsba. És itt van ilyen, hogy béreld eszközök, és azt mondja visszatérítés. Oké, vissza, vissza, vissza,
És hogy ezzel mi az Istent fogok kezdeni, azt nem tudom. De némi segítség az jöhetne, hogy ezzel ilyenkor mi a teendő? Szóval, hogy így, oké, van egy ilyen bazi nagy bálám, de ezt mire tudom fölrakni? Vagy hogy? Addig körbenézünk, hogy itt mindenféle gép van a környéken, ebben mondjuk még termény is van. Igen. Jó, tehát gyakorlatilag semmilyen gépünk nem dolgozik. És akkor viszont körülnézhetünk, hogy mit szeretnénk valójában csinálni. Növekedés alatt van a 27-es, a 25-ös területünk, a 19-es szintén betakarításra kész, és a 20-as pedig fel van, be van takarítva, de van benne egy rész, ami rossz. Azt mondja, a boltban lehet speciális pótkocsival lehet rá felvenni. Oké, ez kicsit érdekes volt ez a mondat, de lehet, hogy én olvastam össze-vissza. Speciális pótkocsival lehet a boltban fölvenni. Oké. Na, földvásárló, megnézgáljuk, hogy az értéke 60, nem tudom hány millió forint. Nagyon jó, akkor vásárolunk még egy területet itt a közelbe. Így van, a 18-as terület immáron a miénk. És megvizsgáljuk, hogy mi van rajta. Pontosabban tudtuk, hogy mi van rajta. Szójabab van rajta. Méghozzá ez. Jó. És annak a betakarítása kész, az nincs, tehát ő növekszik állapotban van továbbra is. Növényfejlődés nyilván le van lassítva, úgyhogy baromi sokáig fogunk rá várni. Azon gondolkoztam, hogy annak érdekében elszáradásunk azt hiszem ki van kapcsolva. Igen, a növényfejlődést akkor átlagosra visszaállítjuk. Az időbeosztásunk az most 15-szörös, ez így rendben van. És amit még szerettem volna, hogy akkor ugye a 18-as és a 27-es területhez szójabab kell, az meg elvileg, azt meg nem tudom mivel kell betakarítani, de azt megvizsgáljuk, hogy egyáltalán be tudjuk-e takarítani, mert lehet, hogy nem. A birtokolt eszközök, ezt birtokoljuk, és ez elvileg jó a szójababra. Ez mennyi? Ez 7 millió. Azt mondom, hogy eladjuk ezt az eszközt. Igen. Visszamegyünk a rendes boltba. Boltba. És arató szerkezetek közül, ugye 11 millió, 7-et kaptunk érte. 11 millióért van ugye ez. Ez volt eddig, ez 44 méteres. A következő arató szerkezet gyakorlatilag ugyanannyi pénzért egy másik márkától, ami nem New Holland, az már 5 méteres, és hát ugyanazokat tudja, tehát hogy erről nem is beszélek, és 17 millióért már a 7,6 méteres van, és ugyanazt tudja. Na most én nem is mennék nagyon tovább, mert szerintem már ez is nehéz. Ez is nehéz lesz, úgyhogy ezt megvásároljuk. Így van, és elmegyünk érte a boltba. És azt mondtad, hogy lehet venni valami olyan speciális pótkocsit, amivel fel lehet ezt rakodni. Gyapott technológia, valóban. A gyapott technológia, azt mondja, hogy egy bálát tudsz felvenni. Ez John Deere cotton pakban, tehát gyapott pakban. Itt vannak ezek a speciális kocsik, ez két bála. De mi két bála? Ha nem, ez más, bocs. Az egy másik fajta cucc. Ez egy bálát tud felvenni, ez meg két bálát tud felvenni, és azt mondja, hát itt ez nem tudom mi, mindegy. Nekünk egy bálánk van, ez 8 milla, megvásároljuk. Jó, és ez elvileg ezt csak vontatni kell. Úgyhogy azt hiszem, nekünk már nincs gépjárművünk mi, azt el is adtuk a picsába, mert hát egy tök felesleges dolog. Nagyon jó, akkor beülünk belőre, és akkor megvizsgáljuk ezt a problémát. Mind a 85 tükrünk látszik, miközben egyébként be is vannak kapcsolva, tehát megnéztem a beállításokba, múltkor
tévedtem azzal kapcsolatban, hogy nincsenek tükrök, vannak. Tehát be van kapcsolva az három tükör. Na most az, hogy miért látunk ötöt most, azt nem tudom. Mert egyébként feketének kéne lenni annak, amelyiket nem hajlandó mondjuk a játék megjeleníteni, mert mondjuk nincs beállítva, de mindegy. Vagy ha nem is fekete, akkor nem az látszik rajta, ami be van állítva. Lehet, hogy a két szélső az egy-egy tükörként működik. Nem tudom. Most az a kérdés, hogy... Jó, kilépnék a kamerából, kösz. Igen. Jó, ezt elvisszük. Ezt elvisszük, de a másikat azt nem lehet valahogy húzni. Nem, most már elmozgattam. Kénytelen leszünk a kombájnnal érte jönni. Ami, hát szintén egy nagyon jó buli. De nem baj, mert legalább azt megcsináljuk. Hát úgy látom, ennek a pótkocsinak a adott méretéhez képest még szélesebb a kereke. Ez elég durva cucc. Így ebbe a formában. Na mindegy. Akkor nyomjunk neki padlót, mert ez tud menni ez a traktor, csak nem nyomunk neki gázt, akkor nem fog. És hát szerintem akkor belülről tegyük tönkre a környéket, mert úgy sokkal izgalmasabb. Kazsu Dávid, szevasz! Igen? Én a 17-ben voltak olyan ilyen vágóasztalok, amiknek ki lehetett engedni a kerekét, és akkor tudtad húzni, nem kellett hozzá kocsi. De lehetséges. Tehát azért kérdeztem, vagy azért azt akartam megnézni igazság szerint rajta, hogy lehet-e húzni minden más nélkül. Egyébként az imént köszöntem meg a követésedet. Nem tudom, hogy itt voltál-e rajta, de köszönöm szépen a követést. Ki akartam menni külső kamerába, csak ugye kormányon van a gomb, és miközben forgatod a kormányt, annyira azért nem esik jól. Nem esik jól nekem nyomkodni még. Pluszba egy gombot, mondja egy utánfutós tolatás, ami nem is jött össze elsőre. Igen. És akkor ezen ilyenkor mi van? Működési helyzet, az megint ilyen 5-ös, 6-os, 4-es gomb. Igen, nagyon jó. Egyszerűen fantasztikus. Oké. Azt mondja, ugyanezzel a gombbal szállítási mód. És azt mondja, a bála kirakodása, azt gondolom ledobná a picsába. És van-e olyanunk, hogy... aha, igen, ez volt a bála kirakodás, bocsász, mindjárt visszarakjuk. Működési helyzet, akkor visszaveszünk, ez zseni, ez már nagyon zseni. És hogy amikor fölvette... Nem, aha, igen, most ezt elrontottam, megint rossz gombot nyomtam meg. Jó, ugye felhúzza. És ezzel a gombbal visszaállítja. És hogy le tudjuk-e kötni. Hát, az, hogy én már minden gombot megnyomtam, az mindegy. Tehát ezek szerint nem. Billentyűzeten, elbetűvel, vagy valamivel nem. Tehát ez elvileg... Kamera állítás, blablabla. Működési helyzetben. Jó, oké, tehát ez elvileg ennyi. Nem lehet lekötözni, akkor nem lehet. Bár még mondjuk az is igaz. Nem. Nincs rajta lekötözős. Azt mondja, itt is van, amelyiken van kerék. Mármint kerék. Ja, igen. Értem. Hát... Azért néztem, hogy ez olyan-e, de mivel hogy ezek olcsóbb vágóasztal, tehát az a 7,6 méter, az még az olcsó kategóriájú, így nincsen rajta. Hogy ezzel a gyapott mennyiséggel mi az anyámat kell kezdeni, azt még elárulhatná valaki. Tehát ilyenkor ebből miket lehet csinálni még?
Mert ez mondjuk egy elég fontos dolog lenne, hogy valamit kezdjünk vele, mert oké, hogy én leszettem egy bérelt géppel, de most ezzel mi lesz? Hát ezt valahol nekem le kell rakni. El kell adni. Akkor eladjuk. Lényegében ennyi. Oké, akkor megnézzünk egy gyapot leadó helyet. Hát, ha tudunk olyat. Azt mondja, mérhetetlen mennyiségű számokat látok csak, mert nem fér ki a forint. Érted? Ott kifért 90 ezer forint. Úgy, hogy forintba van átváltva a piac, gyakorlatilag tökéletesen látszik, hogy mozognak az összegek, hogy valójában a játékban a gazdaság az működik és él, csak ezt ugye nem látjuk, mert euróban rohadtul nem változik, amikor megnyitod ezt a kijelzőt. Kurva jó. Azt mondja, gyapot, az kérlek szépen a fonóüzemnél. Milyen érdekes, hogy pont a fonóüzemnél, na mindegy, azt mondja, ha már így a fonóüzem, akkor hely megjelölés, érted? Mert ugye, mint kiderült, az létezik. Ez visszafele kell menni a városba. A város szélén van. Ugye hát van egy ilyen bazinagy zöld rúd. Igen, látjuk a bazinagy zöld rúdat. Bazinagy zöld rúdat látjuk, arra fele van, és akkor beülünk a belső kamerába. És innen lepadlózzuk. Akkor igazság szerint a tükörben most csak gyapotot látunk, semmi mást. Kiváló. Egy kedves delikvens itt rotyog a kis szarjával. És bele fogunk szállni, mint a szar. Arra kell menni, tehát amikor bementünk a városba, akkor majd balra fordulni. Vagy ez hova indexel, azt nem tudom. Főúton vagy haverom, tehát nem értelek. És megint indexel. Esküszöm, öcsém. Na, ez mondjuk egy jó mozdulat volt, hogy eleve indexelt a körforgalomból kifele. Azt úgy kell, úgyhogy gyönyörű szépen sikerült legalább ezt a részét abszolválni. Én meg azért nem indexelek, mert sok értelme nincs. Tehát most kellett volna letérni a fonóüzemhez. Igazság szerint a körforgalom rossz helyén jöttünk ki. Nem baj, hát majd megtanuljuk, hogy itt is mi van. Elsőbségadás az kötelező, de erősen ajánlott inkább csak. Ahogy nincs minek ilyeneket adni. Jó, tehát akkor gyakorlatilag visszamegyünk. Mert itt lesz balra. Annyira itt volt balra, hogy elmentünk mellette. Tehát gyakorlatilag az, hogy én mit művelek, azt hagyjuk. Jó, egy picit alászedjük, és így fogunk tolatni. Jó, ezt szerintem viszonylag sikeresen, de abszolváltuk. Be is fogunk férni a kapun. És legközelebb nem innen fogunk közelíteni, mert hátulról jöttünk be előre. Ami nagyon érdekes, de nem így kell. Azt mondja, oké, és akkor igazság szerint itt egy kirakodás itt című sorozat. És Roger, mennyit kaptunk érte? 7 millió forintot, geci! Na menj a picsába! Na mi? 7 millió egy ilyen báláért? Na minek annyi? Nagyon jó. Az, hogy lezúzom a traktort, azzal most ne foglalkozzunk, mert több dolgot kell csinálni, mint amennyire én számítottam, aztán nem megy. Tehát 7 milliót kaptunk lényegében egy ilyen báláért, az gyakorlatilag azt jelenti megint csak, hogy baromira megéri. Felkapcsolták a lámpákat is. Nem a villogót szeretném, igen, van itt többfajta reflektorunk. Igen, a sima reflektor kell, és egy kis gáz, hogy menjünk. Na, mivel, hogy azt kéne megvizsgálnunk,
következő kérdésként, hogy mennyi gyapottal foglalkozó föld van a környéken, mert egyébként ez nekem tetszett, 21-es, mondjuk azt meg lehetne vásárolni, illetve a gyapotnak az ültetését, az hogyan... Jó, tudom, lezúztuk a körforgalmat, de nem baj. Mármint, hogy... De, baj, de mindegy. Ültetőgép. Szerintem ültetőgéppel lehet gyapotot ültetni, igaz? Igen, gyakorlatilag a legalapabbal is lehet már gyapotot ültetni, ez a kis érdekes virágocska az ő izéje. Az tök jó, van-e ültetőgépünk már? Most már csak ez a kérdés. Nyilván nincs. Akkor nézzük meg a garást. Igen, ezek traktorok. Pótkocsik. Ezt most vettük, nagyon szupi. Mert akkor meghagyjuk ugye az eszközöket, és akkor majd mindig bérlünk egy nagy gépet, azt szevasz. Igen, szóval ilyenünk van, ezzel nem lehet csinálni semmit, ez tárcsáz, meg mit tudjam én, földet forgat, meg kultivál, meg amit akarsz. Ezzel nem lehet a gyapotot ültetni, vagy de, ez a gyapot. És rosszat néztem, a másik meg mi az Isten volt? Nem, ez a repce, igen, a gyapot az a gyapot, öcsém, hát odafigyeljél. Azt mondja, akkor mégiscsak visszamegyünk a garázsba. Igen, azzal nem lehetett ültetni, más ültetőgépünk pedig nincs. Tehát lényegében behoztam a fejlesztői konzolt véletlenül. Ültetőgép. Tehát nekünk mondjuk a legolcsóbb ültetőgép, nyilván ezek lennének, de azért haladni is szeretnénk. Ez egy 6 méteres ültetőgép, kék színű, és azt mondja, további tartály növeli az eszközeit, kapacitását. Mekkora jó! Kipróbálunk egy ilyet, csak azért, mert ugye arra felé megyünk egyrészt, másrészt, meg harmadrészt. Szóval ezen semmit nem lehetett állítani, megvásároljuk, szuper. Illetve ezen szintén semmit nem lehet állítani, ez egy ilyen tartály. És ha jól látom, ezt előre kell lesz felcsatolni, és akkor plusz 2000 literrel több anyagot tudunk vinni, ami most vagy kétszer vásároltam meg, vagy egyszer sem. Egyet-egyet vásároltam. És nagyon szép kék színű, úgyhogy ez kifejezetten tetszik nekem. Elkövetkezett a kedvenc része a játékba. Éjszaka van. Most ezeken a táblákon átjöttem, nem volt szándékos, de ez van. Éjszaka van, ami geci jól néz ki a játékba. Úgyhogy élvezzük ki ezt a jó kis sötétséget. Szerintem. Ez tök jó. Na, azt mondja... Itt lesznek a dolgok, amiket vettünk. Várjál, van rajtam egy pótkocsi, és ezt nem fogom tudni elhúzni, akkor először ezt lerakjuk, elhozzuk a kombányt, mert akkor történik is valami, mert hamarosan lehet ezt vele betakarítani, és akkor így fogunk tudni ültető géppel lényegében gyapotot ültetni. Azt ugye még mondja már meg nekem valaki, hogy most ott azon a földön egy csomó ilyen gaz maradt. Azzal mit lehet kezdeni? Szóval azt még egyszer le tudom aratni, vagy ahhoz valami másik egyéb eszköz kell. Így a gyapot után. Tehát oké, hogy a felső részeket most én eltávolítottam. De hogy ez nem ennyiből áll. Hogy ott még vannak részek, amik kimaradtak. Azokkal még biztos lehet valamit csinálni. Én ezt ide lerakom, ide a bálák mellé. Mert igazság szerint nem, inkább ide állok a fűre. Így. Itt nem fog zavarni senkit. Engem legalábbis biztos, hogy nem. És akkor... Jobban zavar ez, hogy itt van útba, mint bármi. És akkor majd mindjárt megyünk azért az ültetős cuccér, de először is bekapcsoljuk ezt. Nem, ez az index. Ezek pedig a sok lámpás lámpa. Combine. Felvesszük az arató szerkezetet, egyáltalán megnézzük, hogy bírja-e a gép, mert még az se biztos, hogy bírja a gép. De azért reménykedem benne, hogy bírja. Csak bírni fogja, nem? Na, úgyhogy... Abban még tud valaki segíteni, hogy mit kell, vagy nézzem meg a tutoriált? Hát akkor nézzük meg a tutoriált. Végül is van ilyenünk is a játékba. Információ. Azt mondja,
gyapot technológia, azt mondja, gyapot vetéshez, ültetéshez, leszedéséhez, azt mondja, feltöd, igen. Azt mondja, gyapot betakarítása az önjáró gyapot betakarítása. Nagyon jó, ezt használtuk, ugyebár? Oké, egy nagyobb bála. Tutoriál nem ír semmit. Ezt pont most olvastam el, hogy nem ír semmit. Speciális pótkocsike. Nagyon jó. Tehát lényegében valójában semmit nem ír. Tehát amit mondtatok, az igaz. Nem írnak semmit arról, hogy mit kéne vele kezdeni. Ez a mögöttünk jövő autónak az üvegen való visszatükröződése miatt van ez a fehér fény az üvegből. Szóval, hogy így lószart nem látok. Köszönjük szépen a mögöttünk jövőnek. De nem baj, mindegy, majd mindjárt elmúlik, hogyha lekanyarodom, kivétel ha ő is lekanyarodik. Én ugye gyök-2-vel megyek, ez fix. Csak le kell kultiválni. Hát ez szomorú, azt hittem, hogy az is felhasználható valamire. Jobban örültem volna neki, hogyha felhasználható lenne valamire. Mert akkor nem dolgoztam volna feleslegesen. De mindjárt megnézzük. Mindjárt megnézzük. Hogy azzal olyankor mit lehet még csinálni. Ez még nem fog így felakadni. Nem, hát ez így nagyon nem fog felakadni. Tehát itt valamit még varázsolni kéne. Jó, most már fel fog akadni. Jó. És akkor ugye, ha kilépünk külső kamerába, és megvizsgáljuk a szerencsétlen kombájnunkat, akkor úgy tűnik, hogy egész jól tartja. Tehát, hogy nem bukott nagyon előre a kombájn. Úgyhogy ezt még ő elbírja. Tehát a 7,6 méterest, azt még ő elbírja. Lehet, hogy kilátni már nem fogunk belőle, de még kilátunk belőle. De ezt még elbírja, tehát ezzel még így simán tudunk dolgozni, és akkor lényegében kombájnvásárlás nélkül sokkal nagyobb területet fogunk betakarítani, mint amúgy. És ez tök jó, mert ez a kombájn egyelőre nekünk elégséges, de nem feltétlenül tökéletes. Jó, oké, nagyon szépek ezek a gépek itt ebbe a tutoriába. Amit meg akartam nézni, hogy betakarításra kész. Méghozzá a 19-es és a 18-as. 19-esen repce van, a másikon meg szójabab. És azt hiszem mind a kettő, tehát ez a gép, ezzel a vágóasztallal mind a kettőt be lehet takarítani. Tehát a 18-assal fogunk szerintem kezdeni. Gyakorlatilag akkor oda is megyek. Megint a kedves mögöttünk jövőnek az orbitális mennyiségű lámpafénye. Le is fogok térni balra, hogy ne jöjjön mögöttünk, mert megőrülök. Ami egyébként jobbra van, csak mondom. Ez ne lepjen meg senkit, hogy néha a balra az jobbra. Jó, kilépünk külső kamerába, megpróbáljuk bepozícionálni a gépet. Csináljuk hossz irányba most, mert úgy még nem csináltuk. Erre meg közben leszereltem az asztalról a kormányt. Ingatlanok fenntartási költsége 78 ezer forint. Haverom, nagyon sokan örülnének, ha csak 78 ezer forint lenne az ingatlanjaik fenntartása. Erre csak ennyit tudok mondani. Nagyon jó. Kicsit retkes ez a gép, mert maradjunk annyiban, hogy nem mostuk meg azóta, amióta használtuk. Azt mondja, azt hiszem 18-assal egy kedves munkást. Nem. Az a 20-as. Nem. Akkor 17-es. A 17-esre kiszállok. Na, ezt most már nélkülem csinálja. Nagyon örülök neki, hogy ezt sikerült idáig eljutni. Kérdésem az csak az, hogy még mielőtt mennénk tovább, azt mondja, rendszórás bekapcsolása a vesszővel, de az melyik? Ennél a termintípussal nem lehet. Akkor nem mondjad már, hogy bekapcsoljam.
kimaradt egy milliméter. Igen, én meg a gáznyomom a fék helyett. Maradt egy milliméter, azt én szeretném. Csak el kell kultiválni. Jó, akkor vizsgáljuk ezt meg még egyszer. Bazd meg, ez hülye. Indulj már el! Mi nem indul el? Ismeretlen ok. Jó. Jó, most elkezdi csinálni, remélem, mert nem tudom mi az az ismeretlen ok, de megőrülök. Oké. Azt mondja, 26-os területünk. A 26-os területünkön akkor egyszerűen kultiváljuk le. Itt azt az információt kaptam. Akkor ahhoz választunk egy... Igen, nagyon jó. Nem látok igazság szerint, ez a nagyobbik problémám. Az indexlámpával meg ezt nem, ugye nem lehet megoldani. Ez egy egyszerű kultivátor. Viszont nem ezt szeretném használni. Hanem a másikat. Mert hogy van másik. Várjál! Az a másik traktorom van, igen. Akkor nagyon jó. Megint a féket nyomom a fékezésre, csak ugye a tolatás közben az a gáz. Jogos gondolat, mi? Jó, akkor váltunk még egy traktort, így van. Itt van a nagyon durva kultivátorunk, ezen is kapcsolunk egy lámpát. Még mielőtt indexelnénk magunkat szét. Öcsém, lámpák világítanak, hogy merre megyünk. Ez normális? Gyanítom, hogy nem. Oké, 26-os földre tartunk, ott fogjuk elvégezni ezt a minimális munkát, ami van hátra. Egyébként 53-mal halad ez a gép, ez gyorsabb, mint a másik traktor. Nem is értem. Jó, visszakilépünk külső kamerába. Ezt az orbitális nagy szerkezetet. Ki kéne nyitni. Egy ötös gomba. És hát miután azt az információt kaptam, hogy csak le kell kultiválni, akkor ez fog ugyebár megtörténni. A hegyre felfele azért nem olyan gyorsak, nem vagyunk olyan gyorsak. Szándékosan nem az egyszerűbb megoldásokat választottam. És akkor itt is egy munkás felvétellel nekilátunk. Egyszer. Széle kimarad? Nem. Elvileg elvégzésre kerül a munka. Így van. Csak ugye nem frissül automatikusan a térkép, amit nem értem, hogy... Tehát nagyon remélek, hogy meg fognak oldani a következő részben, mert nem hiszem el. Jó, és akkor ezzel pedig szintén kapcsolunk egy lámpát, szintén beülünk bentre, és akkor elmegyünk azért a cuccér, ami az az ültető szerkezetet, amit vettem. Azt megvizsgáljuk, hogy ezzel mi a helyzet. Ó, hogycsi. Azt mondja, bukkan. Hol? Na mindegy, szóval megnézzük azt a ültető szerkezetet, az elég érdekesnek tűnt számomra. Most például baromi jól néz ki a tükörben lévő dolgok. Ilyenkor éjszaka minden mocsok jól néz ki ebben a játékban. Tényleg szignifikánsan jobban néz ki, mint eddig bármi. Ez ilyen rátolatós móka lesz. Ja,
Jó, fölcsatoljuk és tolatunk tovább. Mert ugye elvileg azt meg előre kell felcsatolni. De mindjárt kiváltok külsőbe és megnézzük, hogy nem-e lehet hátulra. De szerintem nem. Tehát igen, nem tudjuk tovább csatolni hátulra. A legjobb, hogy egy olyan gépet hoztam, amivel nem lehet előre felcsatolni. Úgyhogy lehetséges, hogy a következő lépés egy újabb traktor beszerzése lesz. Bár... meg ugye fasság, mert ugye minek. De muszáj lesz. Mert ezzel így most nem tudunk haladni. Jó, és akkor megvizsgáljuk ezt a problémakört, nem ezt szerettem volna megnyomni, ezt. És akkor azt mondja, hogy traktorok, azt mondja, közepes méretű traktor. Először is nézzük meg, hogy annak az eszköznek, amit vásároltunk, ennek lóerő igénye az 81 kW és 111 lóerő, illetve a tartálynak nincsen lóerő igénye, az csak plusz súlyt jelent lényegében. Oké, tehát akkor a 110 lóerő, ami azt jelenti, hogy annál nagyobb gépet kell vásárolnunk, gyakorlatilag bármelyik gép alkalmas, csak az a lényeg, hogy az elején már rajta legyen a megfelelő szerkezet. Tehát lényegében a John Deere-unk csak azért nem alkalmas rá, mert nincs az elején olyan szerkezet, és mivel hogy kék az egész, legyen egy ilyen New Holland, a maga 8, a 92, vagy nincs egy picivel nagyobb New Holland? Nincs. Akkor legyen ez, csak azért, mert ez viszonylag olcsó, és úgyis felpimpeljük nagyobb motorral. Tessék, rögtön 200 nem tudom hány lóerő, hátulra teszünk keréksúlyt. Így mondjuk. Hogy érted az orsúly csatold inkább? Hát mindegy. Homlokrakodónk az gyakorlatilag van. Vagy hát nincs, de nem kell. Tehát nem homlokrakodó kell. Ez meg ugye ültetőgép, tehát a kerekeinek olyannak kell lenni, hogy ültetése megfelel. A kiskerék egyébként az alapvetően jó. Ezt megvásároljuk, motorbeállítások az plusz 8 millió forint volt hozzá. Hát igen. Így nem tűnt annyira... jó vásárnak. Jó, itt van az új gépünk, fölkapcsoljuk rá a létező összes világítást. Ez egyébként így egy kicsi traktor lett. Ez kisebb, mint a másik. Igen, ha látnék hátra, az nagyon sokat segítene, és meg ha tudnám a pedálokat készségszinten használni ebbe a módba, az se lenne rossz. Az orsúly az maga a tartály lesz szerintem. Igen. Ez mondjuk megint nem egy kicsi gép. A tartály ez be is zárta magát. Ez úgyis csak trágya, amíg van. Kicsit hátrébb kéne hozni a kamerát. Igen. És ezt nem lehet összezárni, tehát ez ilyen buzi széles. Nagyon jó. Gyakorlatilag ettől nem látok szart se. Ez azért jó, mert neki megyek mindennek. Most se történt semmi, ugyebár. Na de jönnek mögöttem, ők meg világítanak. Nagyon jó. Köszönjük szépen a segítséget. Így akkor egy kicsit talán jobb lesz. Főleg, hogyha lehagyom a világítást. Egyelőre ezzel csak beállunk a telepre. Mert ugye nincsen most földterület, amin ezzel dolgozzak. Ameddig nem készül el a másik gép. Itt egy ürítést kellene véghez vinni. Amit szerintem véghez is fogunk. Itt is kapcsolunk lámpát, mert szükséges. Így van. Itt ugye rá lehet hajtani, mert ezt már lenyírta. Nem tudom, most mink van.
látom, hogy még van, ez van vagy búza, vagy valami más. Hirtelen ikonról nem tudom megmondani, hogy melyik a kettő közül. Berántottuk mellé. Nyitsz-e nekem csövet? Nem nyitsz? Nyitsz. Hupi. Nagyon jó, hogy a csőtől nem látjuk az erdőt. Ez nem lehet kész. Nem, nincs is kész, csak nem érek odáig el. Állj már meg a szűriskilét, könyörgöm. De még az úton is megállt az autó, annyira durva. Szevasz, Tommy Games. Annyira durva, hogy még az úton is megálltak. Jó, ezt kiürítjük. Szerintem ezt berakjuk az egészet a silóba. Ugyanis katasztrófa felé megy a komplett. Tehát mi mindennek zuhan az ára. Gyakorlatilag, mert mindent, amit eladtam, és minden, amiből nincs, annak zuhan az ára. Amiből meg van, abból meg perek felfele. Jó, elvileg most már ő nem fér el tőlem. Ez nem tudjuk miért van. Hát tudjuk miért van, mert nem fér el, kész. Azért van, mert nincs kedve elférni. Akadályozza egy segítő, a segítőt nem baj, most már nem akadályozza. Igen, ezzel itt kirakodást kezdeményeznék, amit nem is szerettem volna. Majd egy pont, hogy hát igen, a silóból kirakodás, de én meg a kocsikból akarok kirakodni. Igen, és akkor itt elvileg, hogy rakodj ki, az meg. Igen, ezzel emelem a izét, az időterlést. Van erre egy gomb. A 8-as az nem ez. Az index, ezek a lámpakapcsoló gombok, még tudjam én melyik ez. Ezzel a térképet nagyítom ki, nagyon örülök. Akkor itt fogom megoldani, azt mondja, hogy... Hol van a kirakodás? Várjál. Megint az a baj, hogy nem az a baj. Tehát az a baj, hogy itt kéne azt mondani, hogy right trigger 4. És akkor ugye kirakodja. Igen. Oké, és akkor megyünk tovább, átváltjuk a másik pótkocsira, és right trigger 4. Nem, mert megint visszaváltott erre, right trigger 4. Ha, mert valami másik gombkombinációval meg a másikat. Köszönöm, Tomi, most tök jó. Kicsit kezd meleg lenni a szobában, de ez már hozzászoktam ezzel a streamelgetéssel. Az a baj, hogy most már ilyen nyár is kezd lenni, tehát hogy így önmagától is meleg van, nem kell itt kétszer mondani. Még azért hála égnek ezek a kis esős idők, ezek még megmentik az életemet, de mindegy. Szóval, hogy egy klímának a beszerzése, ami technikailag megvalósult, az a beüzemelés viszont annyira nem, annak nagyon örülnék. Lényegében. Na, ezt így itt hagyjuk parlagon, mert jó helyen van az ott. Jó, ezzel nem kell csinálnunk jelenleg semmit, ezt ide hoztuk fölöslegesen, de viszont nagyon jó buli volt. Mert rájöttünk, hogy nem azt akarjuk csinálni, amit csinálunk. Úgyhogy erről ennyit. Én iszok egy kis teácskát. Félig átlátszik a bögre, de nem baj. Gyakorlatilag a játékból ittam. Jó, ez itt lesz, és akkor valamit, amit majd elkezdünk csinálni, azt ezzel lehet majd csinálni.
Oké. Ez ugye itt nagyon szépen végzi a munkáját, ezen az óriási földterületen, gyönyörű szép helyen. Jó. Itt is történnek a dolgok, ahogy kell. Vizsgáljuk akkor meg, hogy mi a helyzet, mivel. Azt mondja, a gyapott földünkön dolgozik az a kis gépecske, azt szedi lefele, és akkor abból majd ott lesz valami. Ilyen megtrágyázottsággal jól állunk, mert hogy ez egy olyan kultivátor, ami elvégzi a feladatot. Egyszeres trágyázást ezt csinál, és ami nekem nem tűnt fel a játékba, az, hogy itt megszűnt a kétszeres trágyázás, vagy a háromszoros trágyázás, itt már csak kétszeres trágyázás van, hiszen technikailag az egyik trágyázási szintet, az kiváltja a Mész kell hozzá című akció, úgyhogy gyakorlatilag ennyivel könnyebb. A 25-ös földterületünk a színtiszta gyom, és lehet, hogy ezt megpróbáljuk megmenteni. Ott mennyi madár volt? Most, hogy így visszaléptem, már nem. Na, azt megpróbáljuk megmenteni. Nem fog sikerülni szerintem, mert betakarított szakaszban vagyunk, tehát erre nem figyeltem, hogy gyomos-e vagy nem. Nem érdekes. Itt is beülhetnénk belső kamerába, de mire belünk már meg is érkezünk. De mindegy. Nem emlékszem, hogy melyik földterületről beszéltem, de azt hiszem a 25-ös volt a hibás. És továbbra is pörögnek a remek Tiesto zenék, úgyhogy remélem nem fogok érte copyrightot kapni, vagy ha igen, akkor csak egy kicsit bacsnak meg érte. Egyébként egész jól van beállítva most már a játék, tehát menüben lehet külön szabályozni a hangerőt, ami gyakorlatilag nekem egy teljes mértékű megváltás. Ezen a traktoron lehet, hogy konfigurálni kéne, és ezt ilyen kifejezetten ilyen vékony kerekesre csinálni. Nézzük meg, hogy mi történik. Az történik, hogy azt mondja nekünk, hogy ez már felejtsük el. De ezt sose bírom feldolgozni, hogy ezt mikor kéne csinálni ahhoz, hogy ne szívjuk meg minden egyes alkalommal. Mindegy, megpróbáljuk egy kicsivel odébb, mert ott egy másik növekedési szakasz van. Hát, ha még ott azt mondja, hogy hát még meg lehet úszni. És itt meg lehet úszni? Nem. És akkor nyilvánvalóan van itt... olyan, hogy bekapcsoljuk. Nem, ezzel vissza kizárnánk, lezárnánk. Azt hiszem ezzel le lehet engedni. Valamelyikkel be lehet kapcsolni. De nem csinál majd vele semmit. Azon kívül, hogy kitapostam, semmit nem fog vele csinálni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Hogy engedem vissza a 20-assal? Tomi, nem tudom mi a kérdés, tehát... a lejátszódban ezt írja... az a kérdés, hogy a lejátszóban van-e ilyen? Vagy mi a kérdés, tehát... elméletileg... aha, igen, nem. Itt se csinálja meg. Itt se csinál semmit. De gyakorlatilag semmit nem csinál a gyomtalanítónk. De bekapcsolni nem is lehet. Akkor most mi van? Most csak én nem értem, hogy kell gyomtalanítani, vagy más se érti. Tehát csúcs gyom az egész. Átmentem rajta ezzel a szarral. A növekszik utolsó szakaszban vagyunk. Na, tehát nem tudom mi a gond. Tehát nálam van 1080p60 forrás minőség. Nem lehet gond. Ezt valaki magyarázza már, nem, ezt nem értem. Miért nem jó, hogy most szeretnék gyomtalanítani? Vagy mikor kéne gyomtalanítani? Az előtt kéne átmenni, még mielőtt gyomos lesz? Vagy mi az Isten?
Ugye ez most bazi széles, és itt baromi sok minden történhet. Tényleg, hogy szembe jönnek velem. Az lehet. Na, és akkor, hogy erre veszek fel egy munkást, itt sem csinálja meg, mert rohadtul nem érdekli. Művelt a terület, viszont nem gyomos. Nézzük már meg, mert én ezt nem bírom felfogni. Tehát ott van, hogy gyökérnövények, igen, nagyon jó, én vagyok már egy gyökér. Hogy nem tudom bazd meg, hogy mi van a gyommal. Termények. Hol van? Nem tudom, nem találom, várjál. Betakarítás, vetés, növekedés, betakarítás, szállítás. Ugye általános az a cukor, ez a cukornád, nem izgat a cukornád. Természetes... Mi? Termelési emlékeztető az, hogy a farmik szóval... Kapona növények. Annak érdekében összefoglalták, hogy miket termeszhetek. Nagyon örülök. Tönkeltávolítás az erdészethez. Jószág. Nem érdekel azt, hogy a haladó tudás, fű, széna, szalma, szilás, területvásárlás. Haladóban van a területvásárlás, haverom. Azt, hogy a termelékenység javítása. Azt, hogy a 35%-os hozamot érhetsz el, hogyha gyomlád ki a kártékony növényeket. Különben mínusz 20%. Azt, hogy a száncs, kukorica, burgonya, cukorrépa után, különben mínusz 15%. Nagyon örülök. És akkor ugye műtalágyát kétszer, minden alkalommal 25%, szórj ki meszet harmadik betakarításnál, minden harmadik betakarításnál. Tehát lényegében itt ez lett a lényeg, hogy kétfajta trágyázás van, egy harmadikban pedig meszelsz, és ugye úgy van, hogy gyomlálni kéne a növényeket, a gyomlálás viszont itt egy már kinőtt, de még nem. Tehát az első betakarítási szakaszban végzi el, legalábbis ahogy én értelmezem itt a kép alapján, hogy nekem a legelső növekszik zölden kellene elindítani, ami azt jelenti, hogy mivel hogy ez nincs, egyáltalán nincs beültetve, ezért innen tök feleslegesen álltam ide, de nem baj, mert cserébe itt hagyjuk az út közepén. És akkor hozunk ide egy ültetőgépet, amit nemrég szereltem össze, és azzal megcsináljuk a feladatot. Mit szóltok? Remek. Elő is állt az ültetőgép, aminek sok értelme egyébként nem volt a nagy tartályt megvenni, méghozzá azért, mert hogyha nem töltöm fel, akkor ugye hát nem nincs rá szükség. Szerintem. De mindegy. Most ezzel el leszünk egy darabig. Igen, ott megállt a kombájnunk, az nagyon fontos. Mert ezt majd ki kell üríteni, ami amúgy arra volt, de mindegy. Már teljesen mindegy. Egy kis táblagyilkosságot követünk el, egy picit belementünk a területbe, semmi baj. És most befordulunk ide, még mielőtt teljesen tönkretennénk mindent. Túszik öcsém a traktor. Nem bírja. Jó. És akkor ez elvileg több mindent tud ültetni. A 9-es gombbal tudunk napraforgót, szójababot,
cukorrépát és gyapotot ültetni, gyapotot fogunk ültetni. Ezzel lehet kinyitni ilyen mutató cuccod. Ez nem tudom mit csinál. Vetőgép bekapcsolása, igen. Aha, ezzel ki lehet nyitni. Ennyi, oké, nagyon jó. Tehát a gyapot vetés, ami egyébként ez egy ültetőgép, a gyapot ültetés megkezdődött. Ez a nemes egyszerűséggel. És közben ugye látjuk, hogy az első növekszik szakasz meg is jelent. És akkor, mármint ugye beültetett növekszik szakasz, az meg is jelent. És nekem akkor kell ezen... Igen, ide mindjárt ide fogunk jönni, csak akkor... Hátra tolatunk. És egy csőkijeresztést ezt eljátszunk. Na, nem ez. Melyik gombbal eresztem ki a csövet? 8-as, nem. Megint elállítottam az időtellést. Nem érdekes. 7-es gombbal eresztjük ki a csövet. Az a barázdajelző. Köszönöm. Jó. Kéne nekünk a kirakodáshoz ez a traktor. Ami nem indul el, de majd mindjárt elindul. Egyébként üdvözöllek, Gahen. Micsoda név. Jó. Közben az ott csinálja a dolgát. A másik traktorunk, ez meg végzett. Úgyhogy beugrunk bentre, és akkor el is gurulunk vele a telepre, mert alapvetően itt most ennek nem vesszük hasznát. Mindjárt megnézzük, hogy egyébként hol vennénk ennek hasznát. Jó, be is csapódtunk ide a telepre, és akkor ide fogunk szépen megállni vele. Nem tudom, ez ki van nyitva? Ki nyitva maradt? Aha, igen, persze, hát így nem annyira keskeny a gép, hogyha ki van nyitva. Jó. Ugye váltunk egy másik gépre, ugye ez itt megtörtént, aminek meg kellett történnie. Nem tudom, miért ilyen sorrendben jönnek a gépek, de mindegy. Mi a zene neve? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Valamilyen Tiesto zene. Főleg, hogy szerintem amikor ezt kérdezted, akkor már nem vagyok benne biztos, hogy pont ez ment. Hát az nem tudom, hogy az milyen. Azt nem értem, hogy ez miért nem indul el. A G-segítőt akadályozza egy objektum. Melyik? Tehát... Milyen objektum akadályoz téged, haverom? Valaki ezt érti? Az van, hogy én úgy érzem, hogy ez a traktor ezen a hegyen felfele, vagy traktor, ez a kombájn ezen a hegyen felfele nem bír menni. Tehát ez a 7 és feles vágóasztal vásárlás, ez lehet, hogy nem volt annyira baráti, mint ezt én gondoltam. De szerintem szándékosan nem akar menni, tehát hogy
Szándékosan nem értem, miért nem indul el. Kapcsolt ki. Induljál meg. Indíts be. Azt vegye át a munkás. De eddig hogy csinálta, hogyha akadályozta egy jó ijektum? Nem értem. Nézzünk be a boltba inkább. Azt mondja, hogy garázs. Combine. Mi ez a javítás? Biztos, hogy igen. Akkor most mi történt? Megjavítottuk a járművet. Mi baj volt eddig? Ja nem, azt rosszat nyomtam. Hát több ereje most se lett. Jó, ezt fejezzed be. Akkor most az van, hogy lerakjuk itt a vágóasztalt. És eladjuk ezt a kombájnt, és veszünk egy nagyobbat, mert mindenképpen kell a nagyobb kombájn. Mert ezzel így nem lehet dolgozni. Úristen, itt még van valami még kisebb szar. Igen, szóval ennek nem elég az ereje. Ennek viszont nagyon drága az ára. Ez egy hangyányival drágább csak, vagy hangyányival erősebb csak. Ez meg már lényegesen erősebb. Tároló kapacitásban ez még kevesebb, mint ez. Úgyhogy ezt konfiguráljuk. Szélesebb gumik az valamit ad. Legyen szélesebbek a gumik. És a másikat pedig bemegyünk a garázsba és eladjuk. Eladás. Igen, és véget is ért a kedvenc zenénk, mert hát nincs ugyebár gép. Most már van. Beülünk belőle. Na, egy modernebb kombájnnal azonnal neki is vágunk, mert a régit muszáj voltunk lecserélni. Hát kevés volt a teljesítménye, maradjunk ennyibe. Ezzel 33-mal lehet haladni, tehát a 25 km per óra szüttyögés az ezennel megszűnt. Egyébként meg nem, mert hogy a pótkocsi seregem az meg ugye nem, az még mindig 25-tel megy. De legalább mondjuk azt, hogy lehet tartani ezzel a forgalom ritmusát itt jelen pillanatban, tehát ők 35-tel mennek, én meg 33-mal, ami közel megegyezik, de közben mégsem, mert hogy ezek szerint én gyorsabb vagyok, mint ő, mert beértem. Nem tudom, hogy, tehát egy kombájnnal. Öcsém, de hogy libeg az úton? Ja, mert átment egy izén. Egy általam kidöntött oszlopon. Hát nem lennék boldog, hogyha ilyen közel jönne hozzám egy kombájn egy közúton. Na de nem is probléma, mert hogy itt mi lefordulunk, és folytatjuk tovább itt a munkát. Azt mondja, fel is dobjuk szerkezetet. Oké, milyen gyorsan működött ez. Jó, és akkor elvileg útjára indítjuk. Ezt meg kell, hogy csinálja. Tehát ha ez sem hajlandó elindulni itt, ez már simán hajlandó elindulni itt, mi van? Ismeretlen ok miatt abba hagyta a munkát. Ez szándékosan hülye. Na, apám, itt már három helyen jön ki belőle. Nem, csak kettő. Massey Ferguson, vagy hogy kell mondani, nevű traktor, vagy kombájn, mindent elrontottam, tehát ez a lényeg, amit lehetett, azt elrontottam. Azt akarom még megnézni, hogy most első növekszik fázisban vagyunk, ebben még a gyomlálásnak nincs jelentősége. A másodikban lesz. A vető, ami ültető, az ültetőgépünk az gyönyörű szépen csinálja a dolgát. A jelenleg menő zenék, mármint hogy a jelenleg szóló zene, az a Tiesto Traffic, ebbe biztos vagyok. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Meg hogy elfogyott a teám abba is, de van itt ilyen átlátszó vizem. Ami nem is annyira átlátszó, azt hittem, hogy ez át fog látszani. A zöldben, de nem.
Jó. Azt mondja. Dratox X-nek, Drator X-nek köszönöm szépen a YouTube-os feliratkozást. K. Krisztának a követést. Krisztia, mindegy. Azt mondja... Benito Kingnek is köszönöm szépen, Lecsónak is köszönöm szépen a követést, a Tommy Gamesnek pedig a hostot, és Gahennek is a követést. És közben arról channel be feliratkozott a csatornámra. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, a követést, nagyon király. Hát több mint 500 követőnk van, követőm, vagy hát hogy mondjam, itt Twitch-en, ami szerintem egész jó, ahhoz képest az nem olyan rossz. Na, és elvileg most jött el a mi időnk, elvileg jelenleg nem, nincs gyom, igaz? De átlagos növekedésem még nem végzett a területtel, bazd meg, és már itt már egy izé van, egy növekedés van. Milyen sebességgel telik az idő? 15-össel, akkor leveszük 5-ösre. Nem hiszem, hogy ez javítani fog a dolgunkon, de mindegy. És akkor ugye a gyomosságot szeretném megnézni. Egyelőre nem gyomos a terület. És akkor ebbe a szakaszba, ahogy gyomos lesz, rámegyünk. Erre ma oda fogunk figyelni. Mert most még ilyen kicsi a növény. Jó, tehát lényegében néhány gépünk dolgozik, viszont nem tudok mit kezdeni magammal. Tehát ez fizikailag így van. Ugyanis egy betakarító eszközünk az dolgozik, a többi helyre meg nincsen betakarító eszközünk. Tehát lényegében kellene venni még egy betakarító eszközt. Mi a véleményetek erről? Az a véleményünk, hogy kell, tehát muszáj. Muszáj még egy eszköz. Akkor, hát... az olcsóság kedvéért megveszük még egyszer ugyanazt. Vagy vegyünk John Deere-t, mi? Hát nehogy már ne legyen már egy John Deere-od, hello. Azt mondja, a Dagib kerék. Ú, nagyon dagi kerék. Megőrülsz olyan. Legyen egy ilyen. Miért ne? És azt mondja, vágóasztal kellene rá, pontosabban igen, arató szerkezet. Ez egy 7,6 méteres, pontosan ugyanannyit tud, mint a másik, nem lesz belőle vita. Érted? Mert pontosan ugyanannyit fog tudni. És ide a meglepetés kedvéért, nem tudom, hogy van-e kukoricás. Ugye az másikban van. Ha visszamegyünk, akkor az a kukorica adapter című buli, és ebből van 9 méter széles vagy 6. Most nem tudom, hogy az a kis traktor elbírja-e. Itt azt írja, hogy S790, itt meg T560. Ha visszamegyek, én mit vettem? S790, T560. Szerintem én a T560-at vettem, és ott a izét javasolja. Hol van? Kukorica adapter, tehát ezt javasolja a 6 méterest. Úgyhogy ezt fogjuk vásárolni. Ezt egyszerre nem tudjuk hazavinni, tehát ez a jó az egészben. A Twitch csatorna partnerség követelmények merre tart, vagy hol? Az úgy néz ki jelen pillanatban, hogy az 500 követővel 50 követőt kell összeszedni az alaphoz, a másikhoz meg 250-et. Azt hiszem. Tehát úgy van, hogy van az érdekelt státusz, meg van a partneri státusz. Na, a partneri státusz az fixen megvan hozzá a követő szám mind a kettőhöz, tehát lehetnék partner is, meg lehetnék érdekelt is.
státuszban, viszont amik hiányoznak hozzá, az érdekelt státuszhoz 8 közvetítés, 7 vagy 8 közvetítésnek kell. De amúgy hülye vagyok, öcsém, mert itt van előttem a 16 000. Jó, oké, okay. Szerintem őt el fogjuk engedni, mert nem férünk el. Tehát itt van előttem a 80 ezer dolog, meg is nézem, ha megvárod. Azt mondja, részletek, eredmények. Tehát igen, csak hogy ne mondjak hülyeséget. Tehát az érdekelt státuszhoz kell 50 követő, 504 van jelenleg. Az érdekelt státuszhoz kell 8 órányi közvetítés, 7 különböző napon, és 3 nézővel. Na most, amit én teljesíteni tudok, az ez. A 3 néző miatt az meg szokott lenni átlagba, tehát az érdekelt státuszban egyetlen egy dolog hiányzik, hogy havonta, vagy legalábbis az utóbbi 30 napban nincs legalább 7 közvetítésem. Ha lenne 7 közvetítésem, akkor azzal már azzal lehetne kezdeni valamit. Tehát lényegében ez hiányzik belőle. Az óra szám az megvan, 8 órát kell közvetíteni, mivel hogy körülbelül 2,5-3 órát szoktam közvetíteni. Így ez a rész le van tudva. Várjál, előbb... Mindegy, majd elmegyünk azért az adapterért, mindegy, nem érdekes. Ezért gyakorlatilag... több nap kéne közvetítenem. A heti 2 stream az megoldaná ezt, mert akkor 8 lenne egy hónapban, vagy legalábbis az utóbbi 30 napban, és akkor ugye rögtön nem lenne ilyen gondom. Viszont nyilván ahhoz 2 napot kéne tudni streamelni minden héten, és akkor görgetek tovább. Mondom, mi kell az új partner státuszhoz. Ugye majd mindjárt elmondom, hogy melyikhez mik járnak, mert ezt sokan nem tudják. Én sem, igazság szerint. Pontosan én sem tudom, hogy mihez mi jár. De úgy nagyjából megvan. Jó? Nem a... Na, csak alá ment. Jó? Alálunk. Igen, tehát az új partneri státuszhoz kellene 25 órát közvetíteni, ott ugye nincsen követő limit, tehát bármennyi követővel lehet ezt csinálni, mert nyilván a következő dolgok, tehát 25 órát kéne közvetíteni, az már elég sok. A 12 különböző napon, tehát ahhoz a heti 3 stream az kell, és átlag 75 nézővel. Na most a legnagyobb nézőszám itt eddig a 15 volt, úgyhogy a átlag 75 az nagyon messze van. Annyira messze van, hogy igazság szerint nem is foglalkoztam ezzel. Megnézzük a melyik területre tudom ezt tovább vinni, a 27-esre, nem? Igen. 27-esen fogunk ezzel tovább folytatni. Ez gyomos, mint a szar, de hát nem tudok vele mit csinálni, mert ilyen lett. Jó. Tehát így állunk. Így állunk jelenleg. Hát nem olyan jó, de nem is tragikus. Szerintem. Jó. Ez is elkezdte itt a munkát, ez is csinálja itt a munkát. Milyen szép, ilyen gyönyörű kombájnokat látni itt mindenhol. Ugye? Menő. Micsoda nagy vadállat ez. De jó ég. Fékezik bazd meg a izén. Ja, mert most ért véget a kis útja. Oké. Okay. Na, azt mondja, a másik kombájnunk is ugyanilyen gyönyörű. Csak elfordítottuk a kameráját. Ez végzett, ami nekünk jó hír, mert visszavisszük akkor a telepre. Most máshová nem ültetek gyapotot. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem hamarosan várható az, hogy sikerül egy kicsit normálisabb időkben streamelni.
és akkor a heti kettőt, hogyha össze tudom hozni most nyáron, akkor szerintem nyár végére ebből lehet egy érdekelt státusz, maximum. A többit az biztos, hogy nem. Akkor fog ez majd szerintem egy kicsit jobban működni, hogyha hozok valami másik játékot, amivel pluszba játszom. Tehát most ugye nyilván Farming Simulator van csak, de GTA-kkal akarok játszani, meg ilyesmi, ami szerintem érdekelhet több mindent. Több mindenkit, és akkor lehet, hogy az. Pénzem nagyon megy lefelé? Hát a 20 milla az igen. Valószínűleg azért, mert a két segítő az viszi. De hát na. Ez ugye most nem euró, tehát most ez egy forint, úgyhogy azzal szerintem rendben vagyunk. Itt a gyomosságot kellene figyelni nagyon, mert ha a gyomosságnak itt van, akkor azt csinálni kell. És akkor azon gondolkoztam, hogy melyik földdel lehetne valamit kezdeni. A 25-ös betakarításra kész, de mi van rajta? Szintén ugyanaz, mint a 27-esen, meg ugye a 18-asat megvettük, a 20-as betakarított, és a 19-es is betakarított, ami gyakorlatilag nekünk azt jelenti, hogy ez a gép, amivel most itt vagyok, ez szépen elkezd egy vetőgép funkciót ellátni, mert hogy azt csatoltam föl, ezzel ugye vetni tudunk, a másik meg ültet, tehát az amit ültetni tudunk, azaz ez volt a kék. Igen, és ezzel fogunk rámenni a mellettünk lévő terekre, csak 2-3 napig elindul egy ilyen traktor. Ez egy olyan fajta dolog, ami nekünk nem kell, ezt nem fogja megcsinálni a munkás, úgyhogy ezt mi fogjuk kézzel megcsinálni, de előtte, közben, mármint hogy előtte, meg közben, meg mellette, ezt elindítjuk erre a földre itt szembe, nagyon szépen meg fogja csinálni nekünk a munkás, és akkor így ez lesz, közben kinyitjuk, míg a balfaszkodás.hu-t itt végig tolom. És két vetőgép, vagy két arató, tehát két kombány mellé már szükség lesz egy újabb pótkocsi szerelvényre, ami azt fogja magával hozni, hogy egyszerre fogunk csinálni két azonos típusút, hogy ne legyen régi. És akkor őt itt elindítjuk, mint a munkás, ha csinálja, nagyon szépen el is kezdi nekünk a feladatát, és akkor ezt viszont mi fogjuk csinálni kézzel. Hopp, most elkezdtem bezárni, nem tudom miért. Ötössel, mivel engeded le? Engedd már le. 20-assal engedjük le. És el is kezdődik a buli. És amint látjuk, szépen mellettünk halad a kedves kolléga. Mi hiába nyomjuk, mint az állat, tudunk ugyanolyan gyorsan menni, de nekünk nem ez a lényeg. Nekünk az lenne a lényeg, hogy értelmes munkát végezzünk, ami jelen pillanatban már most nem sikerült. Nem baj, majd legközelebb. Lehet, hogy kimegyek kívülre, és akkor így nézzük. Így talán egy picit jobb. Ja, egyébként többen is jelezték az új Farming Simulator felé, amit viszont visszajeleztek a farmingosok, hogy tudnak az ilyen community-ben felmerült problémákról. Mármint, hogy nem a community-ben merült fel, hanem a community mondta, hogy probléma a játékkal, az a következő. Elkezdek kizummolni, és hogyha látjuk, hogy mi történik a képen, akkor a kép közepétől fölfele gyakorlatilag nem a traktort látom, a kép aljától lefele pedig a gépet, mármint hogy az eszközt, ami rá van csatolva. Tehát ha innen fentről nézem, lényegében a kép tetején nem látszik az eszköz. És hogy ugye ahogy zoomolok be, mi történik? Hát az történik, hogy kilóg az eszköz, ezért te kijebb zoomolsz, ezért kicsibe látod a dolgokat. Miközben, hogyha egy picit ezt a középpontot eltolnák, akkor több minden látszana abból, hogy milyen eszközt használsz éppen. Úgyhogy elvileg ezt jelezték már a Farming Simulatornak nagyon sokak,
Úgyhogy ez várható, hogy vagy megjavítják, vagy nem. Ugye? Tehát, hogy milyen logikus. De az a lényeg, hogy hivatalos információ szerint nem mondták, hogy megjavítják ezt kifejezetten, csak az, hogy erről tudnak erről a problémáról, és hogy ennyi. És hogy ők próbálnak erre odafigyelni, hát majd meglátjuk a kiadáskor, hogy mennyire fognak odafigyelni valójában arra, amit mondanak. Hát remélem. Ja igen, csutka padlón vagyok, de nem történik semmi. Ez azért van, mert itt ennyi a max. Igen, itt kinyírjuk ezt a kevés terményt, hát ez van. Ez itt az én balfasságom, mert nyomkodtam össze-vissza a gombot, és végül nem azt ültettük, amit kellett. És akkor itt meg kéne nézni, hogy erre a 26-os területre nagyon figyelünk, mert ezt a gyomolódásos témát, ezt szeretném megérteni, hogy működik a játékban, mert nem értem. És ez gond. Mert a mai napig nem jöttem rá, hogy mi van. Jó. A pénzem egyébként tény, hogy nagyon megy lefelé, de most forintban van, azért látszik egyébként ilyen gyorsnak. Mert 20 millió forint, nem euró. Még beraktam valami másik módot, de most az nem jut eszembe, hogy ez micsoda. Ja, tudom micsoda, igen. Hát, azt meg még nem használtuk. Mert nem vettünk semmit a boltból, elvileg a boltban lehet. Ezt ugye megnézem. Elvileg a boltban lehet darabszámot beállítani. De csak a terményeknél. Mármint ugye az ilyen ládás dolgoknál. Nem, rossz gomb. Vagy elvileg ide jössz ugye, és akarsz venni mondjuk ilyen zsákokat, és akkor tegyük fel, itt van mondjuk a búza, amit szeretnél venni, azt mondod, hogy részletek, és itt van ilyen, hogy mennyiség. És nem neked kell egyesével beállítani, hanem be tudod állítani te magad, hogy te hányat szeretnél, ami eredetileg nincsen benne a játékba, de a mod beleteszi, hogy itt lehessen választani ilyen különböző dolgokat, és akkor mit, hogy itt van raklapos fa, azt mondom, hogy részletek, és akkor nem egyesével vásárolom, hanem eleve kurva sokat veszek meg. Elég furcsa, hogy itt pluszba írja, hogy mit változtattunk, tehát megint egy olyan dolog, hogy így nem értem a fejlesztő gondolkodását ezen a részen, de nyilván 6000 helyen van még mit javítani. Ez a legkisebb probléma. Uszóhatos föld felett. Hopp, ez itt ki fog maradni így. Ugye megnézem, hogy miről van szó. De... Nem tudom. 26-os föld feletti terület. Tehát erről van szó? Vagy a 17-esről? Hát a hegyet azt nem fogom megvásárolni fixen, mert semmi értelme. Erre itt erdészetre lenne értelme megvásárolni, de... Szintén nem érdekes annyira. A 17-eset lehetséges, hogy meg fogjuk vásárolni, bár én azon gondolkoztam, hogy itt nagyon messze fogok majd valamit venni legközelebb. Jó, és közben nézzük már meg, hogy a 26-oson már egy következő növekedési fázis van, és gyom még sehol. Jó, oké, hát mindegy. Ezzel biztos, hogy mennem kéne most már valahová. Még nem. És akkor ilyenkor, hogyha én ezt elindítom, ez még mindig nem csinál semmit, mert nem gyomos a terület. Ültetni még nem kell. Ez itt 58%-on van, ez 78%-on. Tehát akkor gyakorlatilag tudjuk, hogy hol fogjuk keresni a következő problémát. Majd ott, 17-es alatt. Hát a 17-es alatt és a 26-os között ott az egy üres erdőnek szánt terület. Jelenleg semmilyen erdészeti gépem nincs a játékba, úgyhogy szerintem sok értelme nem lenne, de lehetséges, hogy a későbbiek során majd megvásároljuk azt is.
Jól látom, itt el lett rontva egy, egy nagyon kicsi rész. Ne végezzünk már fél munkát. Nagyon frankó. Remek. Ez is egyfajta Tiesto Trafic. Ez a 28. mix verziója az egésznek. Hop. Egész nagy rész kimarad. Akarom megnézni, hogy mikor fog begyomosodni ez a szemét. 26-os, de még egyelőre nem gyomosodott be. Szerintem én ezt rábízom egy munkásra. Sokkal jobban járunk vele, hogyha egy munkás végez ezzel a földdel, csak meglátjuk, hogy merre fog menni. Remélem jó irányba fog fordulni, és nem a rosszba. Szerintem jó irányba fordul ez. Itt is ez mindjárt végez. Hát a mindjárt az kicsivel több, mint a felénél jár. Ott pedig leállt egy... Nem állt le, hanem... Hát lényegében befejezte a... Tehát megtelt a kombájn. Úgyhogy megyünk és összegyűjtjük a terményt. Igen, kiállunk a munkásból. És egy... Nagyon határozott, de annál inkább költségesebb tolatással véget vetünk a ennek a traktornak. Nem szándékos egyébként, tehát gyakorlatilag tényleg ennyire balfaszkodom, mindegy. A vadonatúj kombájn. És most annyira túllóg, bazd meg, ezt nem hiszem el, tehát túllóg. Öcsém. Ezek már nagy kombájnok. Már rendesen volt cső kilógatni. Nagyon jó. Jó, az, hogy a 7-essel bezárjuk a csövet, és visszaparkolunk ugyanúgy. Megpróbálunk legalábbis, nem fog sikerülni, ez tény, de próbálkozni azért csak szabad. És akkor innentől munkás
ismételten folytatja. Ugye itt szintén egy hasonló problémával állunk szembe, csak hogy még van 6 mennyi, 57%-ra van megtelve. Ezzel biztos, hogy nem fogjuk tudni kiüríteni, de megpróbáljuk. Sőt, most pont olyan pozícióban van, hogy mellette fogunk tudni menni. Ez nagyon jó, mert itt egy kisebb katasztrófa kezd közben kialakulni az úton. Megpróbáljuk azt, hogy mellette megyek. Hát ha Far Cry láttam, sőt, a VR-osoknak a cuccát is láttam róla, az van, hogy hegyre fel ennyivel megy, tehát leelőz a kombány. Csutkáig, tehát átszakad a padló, úgy nyomom a gázpedált, ennyi. Hát ilyet láttál már, bazzeg? Na most talán egy picit enyhül a domb. Szegény kombájnos néző, hogy áhá, barom, nem megy. Szóval a VR-osoknak az exkluzív izéjét is láttam. Na most vagy azért nem rakodja, mert ez egy harmadik fajta termény, vagy azért nem rakodja, mert ez a másik fajta termény. Ez a másik fajta termény. Hát akkor ebből nem fogunk sokat kirakodni, főleg, hogy megint nem sikerül tartani sem a pozíciót, sem semmit. És gyakorlatilag be is teltünk, úgyhogy ezzel mehetek vissza, oda-onnan jöttem. Bejönünk belsőbe, mert onnan szerintem sokkal viccesebb, amit szenvedek. Gyönyörű szép a terület. Ferike, szevasz! Amit akartam mondani a Far Cry 6-tal kapcsolatban, hogy láttam a trailert is, láttam, amit Pistáék mutattak be. Nekem alapvetően a kedvencem az a játék, úgyhogy mindenképpen szeretnék vele játszani. Viszont nekem a nagyon nagy kérdésem az, hogy mi lesz hozzá a rendszerkövetelmény. És amiatt, hogy most ezek a ray tracing témák mennek, én attól félek, hogy ez az a játék úgy lesz élvezetes, hogyha lesz ray tracing. Mármint, hogy nyilván nem csak, tehát anélkül is élvezetes lesz, csak hogy itt erősen építkezni fognak rá azzal, hogy baromi sok ilyen vizes, meg tükrös hely lesz a játékba, és biztos vagyok benne, hogy ez az a fejlesztésű játék, amire most így minden miatt pont van idejük és energiájuk rendesen implementálni ezeket a feature-öket. Tehát én attól félek, hogy ez lesz az a játék, ami már fel lesz készítve arra, vagy inkább úgy mondom, hogy arra lett tervezve, hogy a ray tracinget használja. Kicsit olyan, mint a COD. Ugye a COD is, az új COD, az is, ők nem csak azért tették bele a ray tracinget, mert hogy fú de király, hanem azért tették bele, mert ray tracingen jól néz ki a játék. Tehát tényleg, amíg nem ray tracingen van, addig olyan, mint egy LoF grafikás játékkal játszaná, mert fosul néznek ki mondjuk az árnyékok, meg egy csomó minden fosul néz ki. És kodba például. És én attól félek, hogy hasonló lesz egy picit a Far Cry. Nyilván élvezhető lesz a játék, csak akkor azt a benyomást fogja kelteni, hogy ez az előző Far Cry motor. Mert hogy az előző Far Cry motor lesz, csak szerintem pont ezekkel a feature-ökkel fogják kiegészíteni. Nem tudom, mit csinál a saját traktorom, de az úton forgolódik, megállítva a tejszállító vagy betonszállítót. Nem tudom, mi van itt, de itt gyakorlatilag egy közlekedési katasztrófa kellős közepébe fogunk belecsöppenni. De milyen rendesek, amúgy megállnak olyan akadálynak, ami nem is jöhet eléjük. Mindegy, ott viszont az én kombájnom megállt, az viszont nem olyan akadálynak, ami nem jöhet nekem. Jó, szerintem ezt a terrorautót, megúsztuk a terrorautót. Úgyhogy az a véleményem erről, hogy szerintem biztos vagyok benne, hogy a Far Cry színvonalat az hozni fogja. Leginkább azért, mert Pistáik azt mondták, hogy hozni fogja, és hát ők is baromira szeretik azt a témájú játékot. Bízom benne, hogy az úgy van, ahogy ők
mondták, és akkor hát nyilván ez azt jelenti, hogy félek tőle, hogy, hogy kell lesz hozzá egy jó grafikus kártya. És ezért nem nagyon várok most. Tehát spec, semmilyen új játékot nem várok. Oké, de az Unreal Engine 5-tel készül, az biztos. Szerintem ők nem, tehát Duna Engine-t használtak mindvégig. De utána nézek majd, mert most ezt így hirtelen nem néztem meg, de hogy a Far Cry-nak az összes eddigi játéka a Duna Engine-re épül, ami egy Ubisoft által saját fejlesztésű grafikus motor, azért tudja azt, amit tud. Mert ők fejlesztették a játékhoz. Már régóta. Én így tudom, az, hogy ez a rész lehet, hogy Unreal Engine 5-re jelenik meg. Lehet. De hogy egyébként az előző részek, azok biztos, hogy nem Unreal-os volt. De mondom, utána nézek, mert most ezzel teljes mértékben nem vagyok tisztában. Na, itt is van egy mindjárt betellésünk. Úgyhogy visszamegyünk, fölszedjük ezt is, mert nem szedjük föl. Tudod, miért nem szedjük föl? Mert ha jól emlékszem, akkor épp arról beszélgettünk, még mindig nincs jó, hogy a 18-asról a 25-ösre átvisszük a kombányt. És ez azt jelenti, hogy hogy átvisszük oda a kombányt, tehát nem jelent semmi mást. Mehetünk ezzel is oda. Most olyan teljesen általános zenékből válogat a játék. Egyébként rájöttem, hogy a játék a random zeneválasztást azt úgy értelmezi, hogy sorba játssza le, ami a pálya vagy a mappában van. Tehát a random az valójában nem random. Ami hát kicsit szomorú. De hát ez van. Na, és már is meg is érkeztünk arra a földre, amire majd mindjárt hozzuk a kombányt, amin szintén gyom van, mert nem tudunk vele mit kezdeni, de hát ez van. Jó. Azt mondja. Terménytípusok, gyapot, tök jó, és akkor a 19-es földön végzett a kedves úriember, mészre lenne szükségünk, az nagyon frankó, mert pont az nincsen semmi. Nagyon örülök. Nem tudom miért nyitottam ki, de sikerült. Ez a meszelő? Nem, az a meszelő. És elvileg lennie kéne bennem észnek. Ha nincs, akkor el kell mennünk a boltba. Érte? Akkor... Jaj, bocsi! Unreal 5 is készül. Értem. Jó, akkor bocsánat kérek. Az Unreal 5 is készül. Értem. Jó. Az nagyon jó. Igen, hát az Unreal 5 az megint ugye az a ray tracingnek a nagyon erős kihasználás és nagyon új technológiákkal dolgozik. Várjál, ezt hova visszük? Már bazeg, elfelejtettem. A 20-as, 19-esre. Ide. Na azt mondja, nem látjuk a szerkezetet, de az 5-ös gombbal kinyitom. És ez bazi nagy területet fog lefedni. Úgyhogy be is fogom indítani méghozzá. Azt hiszem a 9-es vagy a 4-es gombbal. A 4-es gombbal és hopp, összehavasztuk az egész környéket. Ami amúgy nem hó, hanem méz, de most ezt vegyük így. Azt mondja, aha, tehát az utolsó érési szakaszban gyomírtóval lehet
kiszedni, viszont azzal a szerkezettel, amit én vettem, azzal mikor lehet, mert hogy sosem sikerült eddig eltalálni. Ezt majd le fogjuk állítani, mikor végére ér, mert ne pazaroljon már. Nem állt le, mert a 4-es gombbal áll le. Mindegy, nem érdekes. Elnézést kérek ebből a madártávlati farming szimulátorból, de ugye akkorát fed ez a cucc, hogy megpróbálok pont annyira jönni közel, hogy jó legyen. Az első érési szakaszban lehet azzal. Értem. Tehát valószínűleg mi vagy a második érési szakaszban van, ahol most áll, már azt sem fogom tudni kiszedni vele. Értem. Csak utána gyomírtózni kéne. Jó, hát köszi az infót. Mindenképpen sokat segít. Lehet, hogy gyomírtót is vennem kéne. Már megint rossz gombot nyomok, azt füstöl az egész gép. Már tele vannak madarakkal a terület. Na, ez mindjárt készen is van ez a föld, megcsináljuk a másikat is. Hát... nem sok mindent. 21-ese 3-tól. Igazság szerint megmondom az őszintét. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy semmilyen játék megjelenést nem várok jelenleg. Pontosabban minden játék megjelenést várok, csak mindegyikkel ugyanaz a problémám, hogy ezek az új generációs videókártyákra fognak készülni, és nincs új generációs videókártyád. Se neked, se nekem. Nem mondom, hogy rossz a 2070, mert a 2070 egy nagyon jó videókártya, csak az a felbontás, tehát a 4K-s felbontás, amin én játszom, ahhoz kevés. Tehát az, hogy most a Farming Simulator megy, néha vannak is képkocka akadások, pontosan azért, mert nem bírja. Kéne hozzá egy 3080. Hol van a 3080? A bányászoknál. Meg a scalpereknél, a polcon. És most mi van? Befosik bazd meg még ez az egész bitcoinos téma, de nem segít a helyzetem. Az Nvidia is csak kamuból csinálja ezt az egész izét, ilyen mi az Isten, ezt a limitert, mert igazság szerint, tehát ezt a hashrate limitert, mert igazság szerint tök mindegy, neki mindegy, pénze van abból, hogy eladja a videókártyákat. Ennyi. Az Nvidia-t leginkább az zavarta, hoppá, kifogytunk, akkor most ezt venni kell, és akkor most kipróbáljuk végre a boltos cuccot. Ugye az Nvidia-nál is mi a lényeg? Az a lényeg, most ne vegyek fasságot, azt mondja, mi ez? Messze tartalmazó zsák, nagy, és mondjuk veszünk 5-öt, és kipróbáljuk ezt az 5-öt vásárolunk témát. Hú, de jó volt. Nem volt akkor a nagy szám, mint amekkorára számítottam. Na, közben ezt X-el összezárjuk, ami nem X, hanem 5-ös, és elmegyünk és feltöltjük, közben beülünk belső kamerába, mert onnan jobban látunk. Ezt a gépet, ami még itt végzett, ezt majd visszavisszük a földre mindjárt. Tehát itt azt akartam kifejteni lényegében, hogy az Nvidia-nak tök mindegy, hogy kinek adja el a videókártyát, viszont ezeken a bazidrága árakon igazság szerint ők, mint a chip, amiért megveszed azt a szart, a chip gyártóként, ők úgymond, ők keresik rajta a legkevesebbet, ki keres rajta a legtöbbet, hát a third party gyártó, mert ő így emeli felfele az árat, mint a gép. Miért? Mert megfizetik, mert szükség van rá, megfizetik. Nyilván neki benne van az, hogy memóriát kell venni, kurva nehéz beszerezni, stb. Blablabla, bla, bla. De itt azért vegyük észre, hogy komplex a probléma ennél. Na, hogy lépek ki kamerából? Bázzek. Tehát komplex a probléma, és ugye itt az a lényeg,
hogy az Nvidia biztos, hogy drágán fogja kiadni a Ti szériát. Azt mondja, elbetűvel töltöm. Na, elbetűvel töltünk most. És ez lesz a következő problémám. Tehát, hogy oké, okay, azt mondják, hogy itt van a 3070 Ti, és hú de jó, meg itt a 3080 Ti, hú de jó, rajta van a limiter, hú de jó, viszont mind a két videókártya drágább lesz, nyilván, mint amennyiért ki akarták adni a sima 2080, vagy a 3080, meg a sima 3070-et. És jogos? Jogos, mert erősebb kártya. Meg a harmadik felek úgyis rárakják a kis saját kis szarjukat, hát köszi. Szóval ebből az egész dologból kijövően én úgy gondolom, hogy nem lesz annyira jó. Nem lesz annyira jó, mint amennyire én gondolom. Itt még a tehát hiába mondják azt, hogy majd ők majd most ezt megoldják, nem fogják megoldani. Ez van. Aztán ne így legyen. És akkor innentől még mindig ott van, hogy a minerek így is úgy is meg fogják venni a kártyát. Mert igazság szerint, hogyha nem lehet mit venni, csak ezt, akkor a szar is több, mint a semmi. És akkor a scalperek meg még inkább erre lesznek ráállva, tehát ez fix. Hiszen most azért fogja megérni megvenni és felrakni drágán, mert egyrészt az új kártyáért megint még több ember fog jönni, hogy már pedig kell, és végre ebből lehet venni. Tehát ha más nem, most megint a scalperek fogják elvinni az egész stockot. Mert megint nem lesz belőle elég, mert egy új chip. Szóval én megint ugyanazt várom, én ugyanarra számítanék, mint a videókártya megjelenés, tehát a 30-as széria megjelenésekor. Elindul, 5 perc múlva elfogyott, és hónapokig nézzük egymást, hogy hát, mire számítottunk? Semmire. Arra, hogy pontosan mondom, ugyanez lesz. És ezt nem csak én mondom, meg nem csak én gondolom így, hanem van több nagyobb videós, akik hardverekkel foglalkoznak és csinálják róluk a teszteket, és pontosan ugyanennyi nekik is a véleményük, hogy semmi izgulás ne legyen, nem lesz kártya. Tehát ha lenne, akkor már most ebből is lenne. Ennyi. De nem lesz. A bitcoinnak, meg az egész lófasznak, meg ez az egész kriptovaluta akkor tudná ezt a problémát megoldani. Két esély van rá. Egyik az, hogyha a nehézsége olyan nagyra rúg, hogy videókártyával nem fogja megérni, ami azért baj, mert mindig lesz egy új coin, amit meg fogja érni videókártyával csinálni, tehát mindig is fognak tudni mit bányászni. A második dolog a mesterséges elértéktelenítés, amit a bankok tudnak egyedül megcsinálni, az, hogy minden bank azt mondja, hogy nyasgem, nem fogadjuk el a bitcoin, meg nem fogadunk el semmit, normál pénznemeket fogadunk el, és csá. Akkor persze ki vannak baszva a kriptovalutákkal, és jogosan a bankok kibasztak az emberekkel, mert hát most ők ingyen keresik, kvázi ingyen keresik ezt a pénzt, és hogy miért nem engedik, miért nem veszik át, viszont akkor értéktelen marad a bitcoin, hiszen nem tud átváltani fizikai pénzre. Na most az, hogy a pizzát tudsz rajta rendelni, mert valakit érdekel, meg elfogadja, meg ő is rá fog jönni nagyon rövidesen, hogy bármit csinál, nem tud belőle újabb pénzt kiszedni, akkor off. Ja, nem ezt akartam lecsatolni, szerettem volna, meszeléssel végeztünk, hogy úgy mondjam. Megvizsgáljuk a területet. 26-os terület, hogy lehet egy csíkba gyomos? Ezt nem értem, tehát ezt még egyszer megnyitom. Nem, ez gyakorlatilag tényleg ekkora fos, hogy így egy csíkba lett gyomos. Megnézzük a megműveletségét, oké. Okay. És szedjük össze azokat a gépeket, amik ott állnak, ahol nem kéne, hogy álljanak, ahol. Ezt egy kicsit összép szedjük.
Na, nem szeded össze, haverom. Jó. És akkor átmegyünk a másik területre, mert ez van a leginkább kiürítve. Szóval... igen, azt néztem. Szerintem megmondom az őszintét, most így mindentől függetlenül. Az egy drága laptop egyébként szerintem, amit te láttál, ez biztos, tehát hogy az sem egy olcsó dolog, viszont 100%-ig biztos vagyok benne, hogy attól függetlenül, hogy nem mobil eszközre van szükséged, úgymond nem a laptopra, most a legjobb vásárlások a laptopok. Tehát főleg azért, mert most már erőszeletettel raknak bele Ryzen processzorokat, amik nagyon jók most, és hát kb. A legjobbak, de teljesen mindegy, hogy most milyen proci van benne, a videókártyából ezeket a 3070-es, 3060-as, meg ez a 3050 Ti, meg ezek vannak benne, ezek nagyon jók. Miért jövünk erre? Nem tudom. Kirakjuk a kocsiba előbb ezt az anyagot. Tehát ezek mind jó videókártyák, és kevésbé target a bányászoknak, hála égnek. Tehát ezeknek az ára alapvetően magas, mert high-end laptopoknak nevezik magukat, meg ilyen mid-range laptopok, mert azért erősek, tehát azért a 3050 az egy erős videókártya. Nyilván a maga kötöttségeivel, de a lényeg az, hogy ezeket szerintem most jobban megéri megvenni, hogyha te számítógépet szeretnél, vagy fejleszteni szeretnél, még akkor is, hogyha gyenge a hűtés, stb., mert ezek kaphatóak, és ezt el fogod tudni adni 2 év múlva, vagy 3 év múlva, ugyanannyi pénzért, amennyiért nagyjából most megvetted, vagy ha nem is, akkor viszont helyre jön a piac, és... akkor is jobb lesz. Tehát akkor is legalább kihúztad azt az 1-2 évet vele. Nem tudom, hogy kire dudálnak most, rám vagy rá, vagy valaki másra. De én dudálnék rá, mert... Figyelj haverom, akkor te itt maradsz most. Én itt fogom elvégezni a megfordulásomat. Végig úgy, hogy előtted maradjak. Hogy véletlenül se tudjál elmenni innen. Jó, hát a kocsimat azt legyalultam, de mindegy, ne foglalkozzunk vele. Tehát a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ha te most fejleszteni szeretnél, akkor és nagyon szar hardvered van, tehát megéri kidobni, úgymond. Nem, tényleg nem csak arra vársz, hogy legyen végre egy videókártya, hanem az van, hogy igazság szerint procit is cserélnél, csak addig nem vetted meg, mert hogy izé. Akkor én azt mondom, hogy most egy laptopot megvenni, az időtállóbb és jobb ötlet, mint bármilyen más fejlesztésbe belekezdeni. Szerintem. Aztán nyilván mindenki a saját pénztárcájához képest ezt majd megoldja, mert én hiába mondok okosakat, hogyha valakinek nincs rá pénze. Hogy annyit fejleszten, mert hogy ezek se olcsók. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy jelen pillanatban semmi nem olcsó, mert mindenben memória kell, meg olyan dolgok, amik drágák most. Tehát mindegy, hogy mit mondok. Jó. Azt mondja, ezzel is készen vagyunk, ezzel is megyünk valamerre. Sőt, várjál. Össze is zárjuk, mert erre most nincs szükség. Illetve hát lesz, csak most azt már itt nem fogjuk használni. Keresztül a telkem, vagy a... Hopp! Na, ez nem volt szándékos. Kiugrottam a traktorból véletlenül, mert közben meg iszok. Ami, hát tök jó ötlet, de mégsem. Na, hát 12 gombnyomás után sikerült megtalálni, mivel indítom vissza.
Jó, és akkor igen, hát sztolatós lesz, de az se rossz. Ja igen, megint gáznyomok tolatás helyett. Jó kis váltó, az kéne már. Na megint féket nyomok a féken. A fékpedállal azt nem az fékez, tehát ez a legnagyobb baj. Jó, itt vagyunk, itt annyira nem zavarunk senkit, ezért odébb állok. Csak hogy biztos, hogy ne zavarjunk senkit. Egy menet közbeli kiürítést csinálok, és akkor ez annyival többet fog tudni. Kivétel, ha nem sikerül. Vagy nem hajlandó üríteni. Igen? Most jön? Nem jön. Nem baj, ilyenkor meg szokott állni, hogyha tud üríteni. De persze, hogy nem tud üríteni, ide kéne ürítsen. Egyébként azon gondolkozok, hogy lehet, hogy az előbb... Akkor csezd meg! Mindegy. Lehet, hogy az előbb se ürítettük ki a másik traktort. 12 kilométeres távlatból. Hát... felhős játékok. Megmondom az őszintét, a felhő gamingről, vagy a felhőben való játékról én azt gondolom, hogy jelenleg nem áll azon a szinten, amivel kiválthatnál egy na most teljesen gyomos, és első szakaszban van, és most elvileg be kéne tudjuk, hogy indítani, és meg is fogja csinálni. És most gyomtalanítást fogunk látni, kérem szépen, végre valami történik a képernyőn! Szóval a lényeg az, hogy felhőjátékok. Jelenleg azon a szinten van, hogy a single player játékot játszol, ami nem egy multiplayer, egy FPS, egy lövöldözős, hanem tényleg valami nyugodt játék, mert mondjuk egy farming szimulátor, akkor szerintem tudja azt az élményt hozni, amit egy átlagos PC hoz most. És szerintem nagyon sok mindenkinek ez elegendő is lesz nagyon sokáig. Viszont... Ezzel itt végeztünk, de ez hol az anyámban van? Ja, ez itt van, de ez úgy végeztünk, hogy ez itt abba is hagyta az egész munkásságát. Öcsém, rally. Nagyon megy. Ja, ez a 33-as, igen, hát. Szóval én azt mondom, hogy jó cucc. Megmondom, hogy őszintén, jelen pillanatban, aki mondjuk szeretne játszani, igen, a kombányt akartam megnézni, marad benne 11 szobójabab, úgyhogy ezt ki is nyitjuk. Tehát aki jelenleg szeretne mondjuk játszani, de nincs pénze erős videókártyára, és tényleg csak ennyi múlik neki megint, vagy hasonló helyzetben van, hogy szeretne váltani, azoknak megint csak azt tudom mondani, hogy megint neki kéri meg. Tehát nekem például itt van a 2070, meg a baromi erős gépek, nem éri meg, hogy én azzal foglalkozzak, mert az FPS-ekre nem alkalmas, ezekre a játékokra alkalmas, amivel mondjuk most játszunk, viszont ez meg megint egy olyan dolog, hogy azért lag van, tehát valamennyi késés van, sokkal több van, mint... Tehát olyan, mint hogy a multiplayerbe játszanál, és azt látnád vissza, amit játszol. Annál egy picit jobb az érzés. De neked most azért van, gondolom, hogy azt az időt, amíg nincsen új géped, vagy nem lesz új géped, vagy valamiért nem tudsz új gépet venni, vagy azért, mert nincs pénzed, vagy azért, mert nincs hozzá videókártya, vagy azért, mert bármi van, addig töredék összegből játszol ugyanazokkal a játékokkal, vagy közel azokkal a játékokkal, amik arra is megjelennek, és valamilyen szinten biztos, hogy kielégíti az igényeidet, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő, sőt, nagyon nagy valószínűséggel továbbra sem ez lesz a jövő,
ez csak egy olyan szolgáltatás, egy olyan dolog, ami bizonyos esetekben megoldja a problémát. A jelenlegi videókártya válságnak megoldja a problémáját. De feltenném a kérdést, egy ilyen rendszernek az üzemeltetéséhez mire van szükség? Hát ugyanazokra a videókártyákra, amiket megvesznek a minerek, ugyebár. De egy ekkora hálózathoz hány GPU kell? Nem kettő, az biztos. Tehát ha belegondolunk a Google Stadia-nál, biztos vagyok benne, hogy több GPU van, mint néhány minernél. Abban is biztos vagyok, hogy vannak olyan minerek, ami még több videókártya van, mint a Google Stadia-ba, de most ez mindegy. Magot kéne választanunk. Nem ezzel. 9-essel tudunk magot választani. Ide valami új dolgot akarok ültetni, legyen mondjuk egy árpa. Mit szóltok hozzá? Egy jó kis, egy fincsi árpa. Úgyhogy egy ilyen cloud szolgáltatásnak a fenntartásához is GPU kellene, hiszen ott is GPU számolja a játékot. Ami megint mit eredményez? Az, hogy ők összevásárolnak nem egy videókártyát, hanem ezret, százat. Bocsánat, nem volt következetes egymás után a két szám, tehát ezret, 5000-et, 10000-et, tehát kurva sokat. És valószínűleg nem csak egy gyártó fogja ezt kiszolgálni, valószínűleg mind a két gyártótól. És nyilván ott is a játék teljesítmény nem lesz kisebb attól, mert felhőben megy. Tehát ugyanúgy kell lesz alá a 3080 az RTX-el, hogyha ezt szeretnénk, meg a mi a 6800 XT, meg a 6800, 6900 XT, meg mindenféle XT végzettségű, vagy végződésű videókártya. Szóval lényegében megint ugyanott tartunk, hogy ezek a felhőszolgáltatások is zabálják a videókártyákat. Felhasználók meg szerintem tényleg sokat segít. A GeForce Now Tesla videókártyákat használ. Persze, mert a GeForce akár bármilyen videókártyát gyárthatna saját magának. Tehát, hogy úgy oké. Okay. Viszont ott van például a Google Stadia, ami egy teljesen third party, úgymond. Tehát egy harmadik féltől származó rendszer, ugye a Google építi. Ő nem épít magának saját videókártyát. Ő vagy az AMD-től, vagy az Nvidia-tól vásárol. És én úgy tudom, hogy Nvidia vagy az AMD szupportálta őket nagyon, viszont azt nem tudom, hogy csak processzorral vagy GPU-val is. Mert azt hiszem, tehát ott az 5000-es széria 5700 és 5500 környékén vettek ők, csinálták ők. Ott nagyon hír, tehát a 3000-es proci megjelenésekor, amikor az AMD-nek megjelent a 3000-es proci, a környékén volt ez a nagy Stadia, hogy fú, micsoda parkot építenek a Google-nél az AMD-vel, és hogy AMD-s procik hajtják azt a parkot. És nem valamekkora részét. És nem tudom, hogy a GPU-ban is így van, vagy csak a CPU-ban. De erre fény fog derülni nem sokára. Ezzel a földdel mindjárt végez a kedves munkásunk, kivétel ha itt is úgy dönt, hogy hát igen, úgy dönt, hogy jó, nem csinálom tovább. Miért nem? Mi bajod van, haver? Aztán visszavisszük a kombányt is, meg a pótkocsit is a telepre. Aztán szerintem ennyi. Szóval, így a felelős szolgáltatásokkal én azt mondom, hogy nagyon sok mindent meg lehet spórolni. Főként azt, aki szeretne minden játékkal játszani. Legalábbis nem úgy értem, mert nyilván limitált játékok vannak benne, de ha én például arra szeretnék rámenni, hogy megjelenik egy új játék, és nem ilyen nagy multiplayer, hanem valami más, és én azzal azonnal akarok játszani, akkor a legegyszerűbb dolog befizetni egy ilyen szolgáltatásba. Nem? Tehát van egy havi előfizetésem, fizetek érte, mit tudjam én, 5000 forintot havonta. 5000 forintból hány játékot veszel? Én értem én, hogy olcsó fos játékokat veszel, de kell, várjál, az ugye olyan 30000 forint szokott lenni egy triplás játék, azt hiszem. Akkor az kell hozzá 6 hónap, hogy neked legyen egy triplás játékod. Fél év alatt
egy játékot vehettél volna meg, az viszont örökre a tied. Oké, helyette, ugyanaz alatt a fél év alatt, te nem veszel meg 5 játékot, vagy 6 játékot, hanem, bármit, hogy te nem tudsz megvenni annyit, mert 5000 forintod van havonta, ami sokkal kevesebb, mint egyszerre kiadni 30-at, tehát úgymond könnyebb, pogó, szevasz, szóval könnyebb kiadni kevesebb, tehát azt az 5000 forintot, mint egyszerre 30-at, meg könnyebb is összekeresni, rövidebb idő, és akkor kifizet 5000 forintot kb. Egy ilyen egy ilyen játékért, vagy egy ilyen játékszolgáltatásért, amiben több játék is elérhető, és akkor te játszol mondjuk mindig a legújabb játékkal, 100 játékkal lehet játszani xCloud. Na, ja, de ez a Microsoftnak a Xboxos Cloud cucca. Igen, például. Nem tudom, hogy mennyibe kerülnek pontosan ezek a dolgok, én most csak egy ilyen átlag számítást mondok, hogyha mondjuk 5000 forintba kerül, akkor ugye mi van? Az van, hogy 5000 forintért abban a hónapban bármilyen játékot választasz, vagy kijön, ami bekerül a listába, nekiülsz és játszol, gond nélkül. Főleg az, hogyha ez egy cloud szolgáltatás, mert itt az xCloud mellett ugye az Xboxnak a Game Pass-ében van ez benne, vagy én nem értek hozzá, mert ilyen nem, nekem még nincs, de azt tudom, hogy a Game Pass-szel, meg ezzel az xCloud-dal együtt, tehát tudod ezt Xboxon is játszani, azt hiszem, és akkor hozzáférsz egy csomó játékhoz. Ezek még mindig olyan dolgok, hogy oké, kifizettél egy kevés pénzt, nem lesz tiéd a játék, de elvileg ezek garantálják neked, hogy ha ezt a szolgáltatást megveszed, akkor a mentéseid megvannak, mert hát cloud, tehát cloud saving. Benne van az Xbox Game Pass Ultimate-ben. Na igen, pont ezt akartam mondani, csak én nem vagyok ezzel tisztában mondom, mert én ezeket csak hallottam. De akkor az a lényeg, hogy ott, ha van Xboxod valamelyik, akkor egy csomó játékkal tudsz játszani fizikailag is, azzal, hogy neked Ultimate Pass-ed van, illetve ezt az xCloud szolgáltatást is használhatod, ahol viszont nem szükséges az, hogy neked legyen otthon egy készüléked, pontosabban egy ilyen cloud szolgáltatás, cloudos készülék, és akkor azon is tudsz játszani. És most, ebben az időszakban, amikor mondjuk nem tudsz fejleszteni gépet azért, mert egy videókártya 200.000 forint, ami eddig 60.000 forint volt, és bőven elég lenne mondjuk a farminghoz, hát az kurva jó. Szerintem. Biztos vagyok benne, hogy most aki mondjuk nemrég akart fejleszteni videókártyát, és úgy volt vele, hogy 80.000 forintért vesz egy, mit tudjam én, nem tudom mi volt 80.000 forint legutoljára, de 16-60 az körülbelül ott volt, amikor elkezdődött ez az egész buli. Egy 16-60 megvehetett volna, most meg ott van, hogy ugye 16-60 az 250.000 forint környékén van, nyilván ez az ár, ahogy megnézed ezt a videót vagy bármit, onnantól már nem lesz érvényes, tehát mindegy, de az a lényeg, hogy mert hát ez az aktuális ár most, amit így mondok. Tehát 250.000 forintba kerül egy olyan kártya, ahelyett vehetnél most egy Xboxot, azt mondod, hogy fuck, jó, még 5000-et fizetek havonta, és akkor mi van? Semmi. Van egy csomó játékom, elszórakozom, nincs meg mindegyik, amelyik nincs meg, arra meg majd gyűjtesz külön. Ami mint tényleg olyan játék, hogy neked nagyon kell. Egyébként itt voltak már olyanok, hogy mert valaki azt mondta, hogy hát mert hát nem lehet bírni, hogy mindig kijön egy új játék minden hónapban, és akkor hogy mindegyik 30.000 meg 15.000 forint, és hogy lehet azt csinálni, hogy minden játékkal akar játszani. Úgyhogy nem tudsz minden játékkal játszani, hát senki nem kötelez rá, hogy neked mindegyik játékkal kell játszani. Ugye hát a leginkább a streamerek meg a videós tartalomgyártók pontosan ezért vannak, hogy ne legyen bizonytalanság abban, hogy amit megveszel, azért mit kapsz. Ott meg tudod nézni, bele tudsz nézni, hogy mi jár azért a pénzért, amit te ki szeretnél érte adni, és esetleg
ott rögtön le tudod szűrni, hogy hát mondjuk neked ez rohadtul nem tetszik, és mondjuk nem ezt akarod látni. Ez a rossz egér, igen. Mármint, hogy nem rossz, csak hogy nem ahhoz a géphez van kötve. Jó, azt mondja, kész van a gyomtalanításunk is, úgyhogy azt a gépet is vissza tudjuk vinni a helyére, és szerintem nagyjából így azzal így be is fogjuk fejezni a mait. Ez most ilyen rövidebb stream, de hát ez van. Ami egyébként nem is lesz annyira rövid, ahogy látom, tehát így órailag így meg leszünk szépen. Itt gyakorlatilag a szobában legalább 30 fok van, ezt hőmérőkkel fogom most alátámasztani, majd mindjárt megnézem. Úgyhogy ez elég durva. Na, belegurulunk ide. Nem itt kéne jönni, itt kéne jönni. Nagyon jó, oaj, de jó. Aha, igen, még egy gépünk dolgozik, csak nem baj. Az nem akkora tragédia. Az első kocsink ugye meg van telve, a második kocsink viszont nincs. És ez leginkább annak köszönhetően, hogy hát így sikerült. És ez most megint nem sikerült, tehát azt hittem, hogy jó lesz. Na. Tehát a sarokba de kiöntjük. Na, hát 300 forintért meg főleg, tehát hogyha vannak ilyen akciók. Hát ez azért van, mert egyébként az emberek félnek ettől a folyamatosan fizetnem kell, és mégsem az enyém, és hogy most akkor ez így hogy van. Úgy van kérlek szépen, baromi egyszerűen, hogy szándékosan ocsmány módon leolcsósították ezt a dolgot, és ez még mindig jobb, mint hogyha letöltenéd a játékot, hiszen rengeteg pénzbe kerül egy játék elkészítése, és baromi sok pénzt kapnak ezzel a fejlesztők is, meg ugye a rendszert fenntartók is, tehát akik ezt a rendszert fenntartják. Úgyhogy ez ilyen sok minden, mindenkinek valamilyen szinten megéri, mindenkinek jó, nyilván ennyivel kevesebben töltik le a játékot, mondjuk Encore-ról meg ilyenekről, mert ott a lehetőség, hogy olcsón és gyorsan hozzájussál a játékhoz. És mondom még egyszer, senki nem kötelez arra, hogy az összes játékot megvedd, és hogy az összesen játsszál, úgyhogy ez egy nagyon rossz kifogás arra, hogyha valaki azt mondja, hogy de nekem nincsen 15 ezerem havonta 4 játékra. Valakinek meg van. Attól, mert te meg letöltöd, az meg nem lesz a fejlesztőknek jó, ugyanis nem kapják meg a pénzt. Tehát most itt a Farming Simulatorról is nagyon sokan játszanak úgy, hogy ugye nem vették meg. Oké, te szórakozol, de hogy a következő játékra annyival kevesebb pénz van, amennyit ugye te nem fizettél ki lényegében. És mivel, hogy te ezt egyedül, oké, te csinálod egyedül, azt gondolod, hát nem. De mindegy, ez soha nem fogja megérteni a világ. Úgyhogy szerintem ne is firtassuk tovább. Mossuk már le ezt, aztán úgy rakjuk el, mert olyan hányadékul néz ki, hogy nem hiszem el. Itt meg valamit majd csinálunk, mert több eszköz van itt, mint amennyi kéne, hogy legyen. Jó, és akkor itt kiszállunk. Picit tovább gurultam, de szerintem ez nem fog minket zavarni. Nagyon szép. Ez egy vadállat ez a szerkezet. Na most sikerült jó időben elindítani a területen, úgyhogy tök pazar lett az egész, szóval, hogy sikerült legyomtalanítani, amit le kellett gyomtalanítani. És akkor még a traktort is lemossuk egy kicsit. Fogó, köszönöm szépen neked a követést. Ezt az előbb valószínű már volt a streambe, csak én még nem oldottam meg, nem tudtam még megoldani, hogy halljam én is azt, amikor valaki követ, vagy valaki behoztol, és ezért így nem tudom azonnal mondani, hogy köszi, de így utólag köszi. Jó. Akkor leparkolunk vele valahol. Igen, hát arra nem számítottam, hogy itt még lesz valami, de mindegy, volt. Csináljuk úgy, hogy akkor ide ezt lerakjuk.
Hát már itt ez úgyis ilyen nagy terek, terület. Így. Nem így gondoltam. Így gondoltam. És akkor ezzel is beállunk valami hasonló formációba. Igen, ez nagyon szép tolatás volt, csak nem százzal kellett volna csinálni. És most miért nem csatolja fel? Felcsatolja, azt csak nem tudja, hogy mi van. Jó, akkor kihúzzuk így. Mondanám, hogy jól tolatok, de nem. Na, én mindenképpen köszönöm szépen a figyelmeteket. Várjál, mert kanyarodok és közben forgatom a kamerát, ez mindig jó. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben ugyaninnen fogjuk folytatni, meg a streamben, meg mindenben, tehát mi mindenhol ugyanezt fogjuk csinálni, csak innen folytatjuk tovább. Köszönöm szépen mindenkinek a követést, a lájkolást és azt, hogy itt volt. Na, srácok, legyetek jók! Innen folytatjuk. Csőztök!